Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, ez itt a Podcast című podcast műsor negyedik egyben karácsonyi különkiadása. Itt van velünk ismét Redfield, hello, DRK, sziasztok, és Ádám. Sziasztok. Én pedig CH vagyok. Ugye elérkezett a karácsony, előző adásban megajándékoztuk egymást különféle filmekkel. Ennek a kibeszélése egy kicsit később fog megtörténni, ugyanis Ádám bepoltolta a Star Wars 8. részét. Szeretnénk egy kicsit a véleményünket ütköztetni, megbeszélni, hogy neki mi tetszett, mi nem tetszett. Majd utána egy kis egyéni kutatás után hozott nekünk egy kis információt itt az Infinity War-ral kapcsolatban. Ezt mi még nem tudjuk, hogy mit hoztál nekünk, szóval az meglepetésként fog minket érni. Akkor ezt beszéljünk szerintem a Star Wars-ról, hogy mi volt az első véleményed a filmről egészét illetően, illetve hogy mint Star Wars film ez neked hogy működött, amiket mi elmondtunk, pozitívumokat, illetve negatívumokat, hogy élted meg, beszélgessünk egy kicsit erről, mert nagyon érdekel a véleményed. Sajnos az előadásban ugye nem tudtad. Igen, először. Hát megnéztem, és hát érdekes módon jobban tetszett, mint a 7. rész. Nem tudom megmagyarázni, vagy miért, de valahogy jobban tetszett. Viszont ez a hercegnő, igen, ugye amikor meséltétek, hogy szuperben kilövik ugye a hajót, és akkor kiesik az űrbe. És akkor ott, hát az valami borzalom. De nem hogy ilyen Harry Potterben tudnád elképzelni? Nem, ez nem Supermanben. Supermanben. Nekem az jobb hasonló. Hogy Supergirl. Igen, az jutott eszembe. Na minden, ez például nem tetszett, de úgy maga a filmnek ez a hangulata, hogy ugye végig, tehát teljesen esélytelen az ellenállás, és végig drámai, úgymond az egész filmnek a története, ez valahogy úgy megfogott, úgy mondhatni, hogy tetszett. Hát azt én is nagyon sajnálom, hogy harc, tehát ilyen lézerkardos harc, az ugye bárcsak... Ez nagyon, nagyon kevés volt. Nagyon minimális, csak egyszer volt benne. És akkor se effektíve fénykardok harcoltak fénykardok ellen, igen, hanem ilyen szabjákkal inkább. Igen. Volt benne fénykard párbaj? Lett volna, de azt az egyszer kihagyták a film annyi végén. Volt, amikor a végén a... Igen. És a Luke. Hát de ott nem harcolok, de hát ott nyilván igen, csak hát nem hologram, hanem ugye az erő. Erőszellemnek is mondjuk. Erőprojekció. Ott volt ugye egy kis ilyen harc. Ezen kívül semmi fénykart harcot nem láttunk szinte ugyebár. Ez például nagyon hiányzott nekem. Hát az, hogy nem tudunk meg semmi mást a filmben, amit eddig tudtunk, az igaz. Ugye? Tehát ugyanúgy semmi érdekesség nincs benne. Viszont azon gondolkoztam, viszont így, hogy nem árulnak szinte el semmit a filmből, így ha nem tudom, hogy harmadik rész biztos lesz, gondolom nyilván. Persze. Viszont ha a harmadik részt úgy megcsinálják, hogy megmagyaráznak benne mindent, tehát a filmnek a kilétét esetleg? Nem csak azt, például ennek a főgonosznak, hogy Snoke. Snoke-nak, hogy ki volt, hogy került oda, hogy csinálta, tehát hogy felmutatnak mindent, és így megcsavarják a filmet ezek a sztorikkal, történetekkel, akkor elég nagy a tüthet szerintem a harmadik rész. Főleg, ha raknak bele még fénykart harcot is. Az biztos, hogy lesz, többet. Igen. Arra én is várok. Ők az éve sem volt sok szerintem az ébredő erőben. Nem, de a végét azt egy klasszikus fénykart párbal zárták, amit általában az összes filmet kivéve ugye a... Melyikben nem volt? Mindegyikben volt. Mindegyikben volt klasszikus, kivéve ugye a Rugó 1-esben. Igen, Rogue One-ban. Szóval hát nekem... Nem hagyott benned űrt, meg nyomott. Bocsánat, hogy közbe vágok, csak... Hogy hagyott ezekkel a kérdésekkel, hagyott űrt megnyomott meg. Kérdéseket. De jobban tetszett, mint a 7. De itt nem voltak kretén poénok, mint a 7. részben? Volt egy-kettő, itt is volt egy-kettő. Az a durva, hogy a torna főosztat, hogy mennyire fullba nyomják a kretént, és itt meg pont nem. Tehát így ahhoz képest... Itt szerintem kevesebb volt a poén. Pedig szerintem ez se illet már. Pedig a tornán mondjuk jobban várja az ember a poénokat. Mondjuk ott se feltétlen, de szerintem ez is ugyanúgy kb. Elütött, mint a tornak a harmadik része a többitől. Snoke-nak a halálát illetően nem volt benne az, hogy most menjetek már a francba, most ez csak ennyi? Hát de, elég... Abszurd volt, nem? Igen, hogy ilyen könnyen legyőzték, ugye? De magam most visszatérve a poénokra, nem tudom, voltak benne rossz poénok és erőltetett, de a 7. szerintem sokkal rosszabbak voltak. Most ezt átgondolom akkor kicsit, mert ugye ott a BB-8 volt az elsődleges humorforrás, ugye a 7. részben, itt a BB-8-en kívül, meg ugye ott voltak azok a furcsa lények, ugye a Luke-nak az Akto-szigeten, akik ugye ők voltak a karbantartók, igen, ezt a szót kerestem, köszönöm. Ők szolgáltattak humort abban a 35-40 percben. A BB-8 a végén abszolút ilyen parodistává vált, legalábbis idézőjelben parodistává vált, hogy vezeti azt a lépegetőt, meg mit tudom én, ott kicsit így ráhúzták a filmet. Folytasd csak. Szóval nekem tetszett, úgymond jobban tetszett, mint a 7. rész. Poénok, hogy konkrétan toroljunk fel egy párat. Volt a legelején, ugye volt a Luke-nak odaadja a kardot, és azt hát tetszett? Egyébként... Hát mivel meséltétek már előtte, így tudtam, hogy az lesz. Na, egyébként egy jó poén, de mondjuk Star Wars filmben nem hiszem, hogy annyira
beleillik, mondjuk ha a régieket nézzük. Amúgy az valakinek megvan, hogy az előző részben ugye van a térkép, ami elvezeti a végéket. Hát a térképre mi a logikus magyarázat, hogy a Luke hagyta ott, hogy megtalálják vészesetét. Igen. De hogyha ezért, akkor miért dobja el a kardot és miért cigakodik magával egy... Ez egy jó gondolat. Nem is gondoltam. Ez egy kihagyott zitter. Ez egy logikai hiba. Mi az? A hetedik részben ki van mondani, hogy ezt a Luke hagyta magam? Hát nem, de akkor kihagyja ott. Lehet, hogy ez is egy olyan kérdés, amire a 9-ben kapunk választ. Hát én a Snoke után már nem... Lehet, hogy az Artu. De miért? Mert buta, mint a seggem. Az Artu? Nem, az Stripio a hülye, de az Artunak van esze. De most ne a droidoknak a... Nem fogom a droidokra nyugni. Nincs esze, mert robot. Jó, ne a droidok intelligencián alapozzunk. De mondjuk ez is fura, hogy miért pont a Jakun van, ahol ugyanúgy a Rey. Tehát az a térkép, hogy az volna. Öregnél, de... Igen, ahogy elkezdődött. Jó, mindegy. De ennek is csinálok egy előzményi dolgiát. Hát szóval részemről ennyi. De akkor tetszett végül is? Jobban tetszett, mint a hetedik rész, de nekem, figyelj nekem, a Star Wars az az első résztől a hatodik részig Star Wars. Tehát innentől kezdve, hogy a Disney átvette ilyen, innentől kezdve nem mondanám azt, hogy nekem ez az igazi Star Wars. Meg tudom értenem szót. Élmény, vagy hogy mondjam. De megnézem, mert várok tőle valamit, hát ha lesz valami belőle. Most ez a 8. rész kicsit jobban tetszett, mint a 7. De egyébként a teljes trilógia szerintem az 1-től a 6. Mármint két trilógia, ugye? Ez is egy alatt. Mondjuk, hogyha a 9. részre tartogatják az abszolút csattamókat, akkor na, meg tudom érteni, hogy te a 8. rész miért hagytak ki ennyi zicser. Én ezt így nem tudom már elképzelni, egyszerűen már annyira... Hát ugye mindig részről részre írják a forgatókönyveket, tehát itt nincs, vagy hogyha van is valami, nem hiszem igazából, hogy olyan nagy dolog van, de szerintem egyáltalán nincsenek csattanók, hogy most így, már a 7. résznek kitalálták, hogy mondjuk a 9. részben ez mekkorát fog ütni, nem, ezt most fogják kitalálni. Miért, amikor kijött ennek a résznek a címe, hogy The Last Jedi, akkor csomóan elkezdték, hogy egy komplett mondatot fognak formálni a címekből. The Force Awakened, The Last Jedi, és akkor mi lehet a 9. résznek a vége? Tehát, hogyha ebből indulunk ki, hogy lehet, hogy egy komplett mondatot fog kiadni a három filmnek a címe együttesen, akkor milyen lehetne, hogy már előre meg volt három filmnek a forgatókönyve? Hát ezt mondják is egyébként. Mondta a J.J. Abrams most is, hogy én most találja ki ezt az egészet, hogy nem is tudom, valami ilyes, de a lényeg, hogy utalt rá, hogy ő. Uh-huh. Én majd most egyeztet a fejesekkel, hogy az ötleteket alapján. Akkor lehet, hogy tényleg megállja az a teória a helyét, hogy a rendezőnek, illetve ennek a résznek a forgatókönyvéről nem volt megelégedve a Snoke-nak a karakterével, és így egy csettintéssel, hogy említettük, hát kinyírja? Igen. És akkor elejét véve a még több teóriának, meg az ilyeneknek, akkor így kinyírta. És a Rey családját illetően, amit ugye Kylo mondott neki, hogy látta, hogy senki, te azt elhitted? Mert bennem fölmerült az a kérdés, hogy lehet, hogy csak azért mondja a Kylo ugye a Reynek, hogy Kylo Rennek. Sokan mondják egyébként, sokan... Hogy kamuzott. Most, igen, de nem... Tehát ezt azt mondta ennek a résznek a rendezője, hogy ezt majd a J.J. Abrams eldönti, hogy... De ez mi az is milyen? Ezt mondom, tehát, hogy részről részre találják ki, és ez a leggázabb az egész. Tehát úgy dolgozik egymástól függetlenül két ember, jó, nyilván függetlenül, hogy az egyik földobja a másiknak a labdát, amit majd valamilyen úton, módon lecsap a másik, ebből egy olyan katyvaszt fog születni, az hihetetlen. Tehát abszolút nem követi azt a vonalat, amit szerintem a hetedik részen indított. Azon gondolkoztatok már, hogy ha Kylo Ren hazudott. Igen. És ugye nem... Senkik a szülei. Hanem azon elgondolkoztatok már, hogy ugye a tükörben nézett és saját magát látta lent a sötétben. Igen. Nem tudom, hogy mi volt az a helynek a neve. Őt is a midichlorianok nevezették. Hogy például esetleg. Hát azt vagy pedig, hogy valami... Azt nem hiszem, hogy még egyszer meglépik, az akkora botrány volt a bajosság. Egyik legdurvább, legunorítóbb pontja a rajongók szemében az, hogy a midichlorianokat behozták ebbe az... Ami egyébként a mítikus erő, ami ilyen tök mesebeli elem volt, tudománnyal próbálták megmagyarázni. Jó, mondjuk, hogy egyszer megtörtént, most megcsinálhatják még egyszer, de szerintem abból közfelháborodás lenne. Kérdést fejezd be mondjuk. Mondjad. Tehát, hogy esetleg így, vagy hogy valami klón, ő esetleg valami klón, vagy nem tudom, tehát... Ja, hogy sok verzió lehet, hogy milliárd, millió. Hazudik ugye. Persze. De amúgy, hát az még a jövő zenéje. A jövő zenéje, én kíváncsian várom. Aztán lehet, hogy nem is derül ki semmi a 9. részből. Azt mondjuk azt nagy tökönrúgásnak követném a Disney-től, hogy nem derül ki semmi. Mi volt még itt ugye? A Ren-lovagok, ugye azt is említettük, hogy a 7. részben láttál egy víziót, hogy a Ren-lovagokkal hát a mögött a Kylo ugye a
Luke ellen mennek, úgymond, hogy megint nem tudtuk meg róluk semmit. Tehát, hogy nincsenek bevonva a rellovagok, akkor minek említették meg őket? Akkor miért nem zárták le annyival mondjuk a 7. részbe, vagy a 8. rész elején, hogy hát a Kylo megölt az összeset? Vagy hát visszatérnek ők is a 9. részbe, Kylo segítőjeként? Ahhoz valami nagyon össze kell sűríteniük mindent, hogy 9. részbe, hogy választ kapjunk mindenre, és kerek legyen a dolog. Hát kíváncsian várom. Hát nem tudom, én Rey-nek a karakterével kapcsolatban azért elég sok kérdés felmerült, mert amikor hozzáért a fénykarthoz, akkor volt a látomása, hogy ott fogja a kezét az az undorító csávó, hogy nyughass már gyerek, és akkor mentek el a szülei. Igen. De már most, hogyha részegek a szülei, akkor azoknak hogy telik egy repülőgépre, ami olyan a Jakun, mint hogyha aranyat találnál a földön. Igen, de lehet, hogy csak azt hiszi, hogy ott azon mennek a szülei. De ezek is ilyen apróságok, amik szintén... De a Luke-ot is látta a vízióiban. Másik meg az, hogy miért Obi-Wan hangja hallatszott pont, amikor... Na, meg a Yoda-nak a hangját is lehetett. Igen, akkor Yoda-nak a hangja is lehetett. Hát mondjuk a Obi-Wan adta oda, lehet, hogy ez a karnak az emlékei, ugye, hogy ahogy oda adta Obi-Wannal... Aha. De hogyha nincs köze se a Skywalker vonalhoz, se a Kenobi vonalhoz, a Rey-nek, akkor... De a karnak igen. Uh-huh. Érted, mint a kristály, nem tudom, valami emlékszik. De tényleg a kristályt el is vitte a Rey magával állítólag, de a részben nem figyeltem. Igen. Mert kardostul, igen. Melyik, amíg szétrobbant? Igen. Szétrobbant a kard. Elvitte, igen, elvitte. Igen. Én nem is emlékeztem, csak hogy szétrobbant a kard, hogy utána mit történt valaki? Megfogta mind a kettőt, ezt berakta kis tatyójába. Aztán skerázott Csubakkához. Amúgy Finnnak a karaktere is szerintem ugyanúgy le fogják zárni, mint a Rey-ét, tehát hogyha igaz, hogy Rey-et senki, akkor szerintem Kylo Ren is csak simán kiolvasta a fejéből, hogy mi a száma, és akkor azt mondja, hogy áruló, mert hogyha belegondolunk, akkor Finn nélkül nem lehetett volna, hogy Finnen múlt az egész támadás konkrétan az első rend ellen, tehát azért mondta szerintem, hogy áruló. Amúgy ez sem ügyesség, hogy kiolvasta a számot a fejéből. Vágjuk el szerintem, nem? Vagy van még valami? Ádámnak van itt. Nem a Szávorszal kapcsolatban, csak a véleményére voltam. Nincs, akkor... Ennyi. Jobban tetszett, mint a hetedik. Nekem akarsz föltenni? Nem, Ádámnak. Röhögtek a poénokon a moziba? Moziban volt egy nő, aki szinte visított. De minden indokolt, meg indokolt. Biztos, hogy röhögött. Nem mindegyik indokolt, nem tudom. Biztos, hogy csak röhögött. Én másra gondoltam, de... Lehet az is, ki tudja. Vibrátor. Nem tudom már melyik résznél, nem tudom megmondani nektek melyik résznél. A lejásnál, ott kíváncsi lettem volna a közönségnek a... Tényleg ott a lejás résznél mi volt a általános... Ott nem volt, nem hallottam semmit. Kimenő emberek a moziból. Koppanó állnak a fészpám volt, nem? Néhány rossz sóhajt hallottam, azon kívül más nagyon nem volt. Nem tudom melyik résznél volt az, ahol visított az egyik nő. Mindegy. Várjátok. De tudom, vannak azok a kis lények ott a szigeten. Igen? Ezek a... Karbantartók. Vagy a progokra gondolok? Nem, azok a picik... Porgok. Porgok. És amikor a... Csubakka ugye leül enni. Igen. És ott azok meg nézik. Ja. Ott az egyik nő az rendesen sikított a rögéstől szinte. Az én párom is rögött azon mondjuk. Ti is mondjuk. Ja, csak mondjuk, hogy minden elősítek. De az lehet, hogy a te párod az röhögött, de ez így sikongatod, vagy nem tudom, hogy elmondani. De elég fura volt. De ezen kívül nagyon más nem volt, ami így nagyon megnevettette volna őket, legalábbis ahol én voltam moziba. Szóval ennyi a kérdésedre válaszol. Jó. Csak azért kérdeztem, mert amikor mi voltunk a nagy moziba, családostul, akkor egyedül nővérem visongatott minden poénon, de alapjáraton mindenki kúsban volt, tehát jó, hát én is nevettem rajta, mert már veletek láttam, de... Jó közönséged volt akkor. Ja. Szóval akkor ugorhatunk a Star Wars alkotott véleményet, akkor meghallgattuk, jobban tetszett, mint a hetedik rész. Ja. Akkor ugorhatunk. Úgy hallottam, volt egy kis szabadidőt az elmúlt pár napban, és utána nézte itt az Infinity War-nak, mint az már kiderült az előbeszélgetés során. Igen, ugye szó volt a második adásunkban, igen. Megnéztük a trailerét, és én utána néztem egy kicsit ennek a lélekkövének, hogy hol is lehet, hol is találhatjuk. Na hát neten találtam ilyen véleményeket rajongóktól, hogy ki mit gondol, hol lehet ez a kő. Van egy olyan véleményünk, ami szerint Heimdallnál van a kő. A narancssárga. Igen, a narancssárga a kő, amit még nem tudjuk, hol van, igen. Uh-huh. Ezt azzal magyarázza, hogy a skandináv mitológiában Odin adta neki a látását. Tehát Heimdallnak a szeme a kő, vagy hát, uh-huh. Vagy legalábbis Heimdallban van. De ez nem hülyeség, mert ugye neki narancssárga a szeme. Igen, és hát ugye mondja is valamelyik filmben, hogy Heimdall mondja a Thornak,
hogy ő látja mind a 9 birodalmat, és abban mind a 10 billión lehet, tehát ő látja a lelkeket. Az Ultronban volt? Én ugyan beszélve az Ultronban. Ez a vízió, amit ugye amikor látta. Ez, amiről beszélt az Ádám. A Heimdall. Hogy látja mind a 9 birodalmat. Ki mondta neki? A Heimdall. Heimdall mondta Thornak. Ja, de ugye ennek hatására ment és hozta létre a víziót. Na ez jó kérdés. Újrázni kell ezeket a filmeket. Mindegy, vagy az Ultronban volt, vagy a Thor második részében szerintem. Szerintem a Thor második részében volt, mindegy. Nem lehetséges. És ez az egyik lehetséges dolog, hogy Heimdallnál van. És ugye visszatekintünk, hogy valamelyik filmben Thor szemlékezik, vagy pedig illúziónál. Az Ultronban két illúzió is van, egyszer mikor a... Mikor a... Tony Stark? Nem, mikor a Maximoffnak... Mikor a... Igen, a Wanda megfertőzi a Starkot. Nem a Starkot, a Thort is elkapja egyszer, és akkor vizionálja azt, hogy a Heimdallal vitatkozik, és hogy nincsen szeme, meg hogy a pokolba vezet minket, meg ilyenek, az akkor van. Meg erről beszéltél. Meg egyszer elmegy fürdőzni valami tóba, és akkor ott meg a kövekről vizionál valami, megint valamit. Igen, na ott, amikor Heimdallal veszekszik, ott ugye Heimdallnak fehér a szeme, tehát hogy nem lát elvileg, és ebből arra is gondolnak, hogy ugye Odin adta Heimdallnak a szemet, a látást, és ekkor, amikor ugye nem látott Heimdall, ekkor Thanos elvette tőle a követ, ezért nem lát, ezzel is próbálják magyarázni. Ez az egyik gondolat, van egy olyan gondolat is, hogy a Thornak a kalapácsába van a amit Hela elpusztított ugye a Ragnarökben. Igen, ha megfigyeljük, akkor a filmben, amikor Hela elpusztítja Mjölnirt, utána ugye fel tud venni egy ilyen alakot, vagy mi ez, páncélzatot, vagy nem is. Igen, olyasmi. És ezzel, erre is gondoltak, hogy a kalapásból ugye kinyerte a követ, és emiatt tudott úgy erős lenni, és meg magára venni ezt a vért. Ez is logikus. Eddig mindenki, amit mondta, teljesen helytálló lehetem úgy, aki nem tudja ezt a sztorit teljesen. Van még egy harmadik is, hogy maga Hella a kő. Minket hát ezt mondjuk... Ez kicsit olyan... Nem tudom elinni fura ilyen, tehát mert hogy ugye lélekeket tud irányítani. Narancsága kőnek mi a szerepe? Lélekkő? Ez a neve? Lélekkő. Lélekkő, aha. Jó, tisztázunk. Megvan nekem róla pontosan, hogy mit tud a lélekkő, de most ebben nem menjünk bele. Szerintem már akkor nagyon hosszú lesz az adás. Igen, mondjam. Van még egy másik gondolat is, hogy az örökláng, hogy az esetleg azt is Ragnarökben láttuk. Igen, mert ugye bár amikor Hella ugye előveszi a öröklángot, ott lent a Asgardba, azzal éleszti fel a holtakat, ugyebár. És a holtak lelkét ezzel tudja irányítani. Tehát ez is egy elképzelhető variáció, hogy maga a örök láng. Maga a lélekkő. Maga a lélekkő. Mert ugye ez feltámasztotta a halott lelkeket, és ugye Hella pártjára állította őket. Hát ez a Heimdallos, ez szerintem nagyon, nagyon közel járhat az igaz. És mi van Wakandával, arra nem olvastál? Wakanda, itt erről nem olvastam semmit konkrétan, csak volt olyan is, hogy valaki azt mondta, hogy szerintem pedig lehet, hogy Wakandában lesz. Tehát, hogy ez a 5 variációt így olvasgattam. Közben a legkézenfekvőbb ugye a thriller alapján esetleg. Igen. Ezzel készültem. Ha esetleg ezekről valaki még nem tudott, akkor például beszélek most pedig Thanosról. Például azt tudtátok-e, hogy ugye van 5 kövünk eddig. A Tesseract, az Aether, a... Vision? Az a jogarba volt, a lélek... Scepter? Scepter, igen. Jogar. Az a jogar, az orb, az a... A lila, az erőkő. És ami a nyakláncba volt. Az idő. Ami a nyaklánc. És ha Thanosnak a nevét megnézzük, akkor T, mint Tesseract, H, az igen, a kérdőjel. Igen, ezt néztem én is, igen. Amit még nem tudunk. Beszarás. És akkor Aether az a... Akkor csak a Heimdall. De én ezt olvastam, most már emlékszek rá. Igen. N a nyaklánc, az O az orb, és az S pedig a spektár. A Scepter. A Scepter, igen, bocsánat. Tehát a kövek kezdőbetűje kiadja a Thanosnak a nevét. Így van. Tehát ha a hat kő kezdőbetűje kiadja a Thanosnak a nevét, ugye. Beszarás. És ugye itt valószínűleg a H betű, az ugye a lélek köve, most az lehet Heimdall, Hella. Hammer, Hella. Igen. Igen, de hát most a... Wakanda. A Wakanda. Há, mint Wakanda. A Wakanda, meg a öröklánk az itt azért kiesik, ugye. Igen. Már.
Tehát, hogy leginkább három variáció maradt. Hát meglátjuk aztán, hogy mi lesz. Most ezen gondolkoznak sokan, így rajongók, hogy ez a három valószínű. Ez is egy kis érdekesség volt hozzá. Akkor végtelen gyémántok. Ez a valódi nevük a végtelen köveknek. A történetüket nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy hogyan is jöttek létre a végtelen kövek. Fingom nincsen. Én ilyen átlagos Marvel filmfogyasztó vagyok, tehát ebből... Ezután is kicsit utána olvastam. Elméletileg az idők kezdetén csak egy lény létezett. Ez a lény volt minden, ami létezett. Egyedül volt, ezért unatkozott. És mi kurva nem tudom érteni. Volt két kezel, vannak olyan karakterek a két egyedül történet, amiknek azonosulni tudta a motivációjával. Na ez egy pont egy ilyen, ami a kurvára azonosulni tud. Most ez vicces, de ez rendesen... Nem, ez helyhető. De ez magának rendesen a Marvelnek a kiadott története. Ezért elszórta az energiáját, és így keletkezett a hat kő. Hát úgymond öngyilkos lett, és így szétszórta... Annyira nem unatkozik senki, hogy öngyilkos legyen. De biztos volt! Na, kurva unatkozok már 8 millióra, mit csinál? Öngyilkos lesz egy kezel. Hát passzom, várom még 8 millió. Igen? Na mindegy, a hat kő roppant erővel és isteni hatalommal ruházza fel tulajdonosát, képessé téve arra, hogy uralkodjon minden és mindenki felett. Azonban ezt a hat drágakövet mindössze egyetlen egyszer sikerült összegyűjteni. Az idők kezdete óta sokan próbálkoztak a kövek összegyűjtésével, de végül Thanos volt az, akinek sikerült. Thanos a gyémántok erejét a végtelen kesztyűbe sűrítette, azonban a gyémántok az idő elteltével különváltak, és elvesztve pusztító erejüket megsemmisültek. A lélek gyémántot kivéve, amely Adam Warlockhoz birtokába került. Ugye a Galaxis Őrző 2 végén őt akkor hozzák létre. Igen. Akkor nem lehet, hogy ő maga a szó? Hát az azért után lesz csak a Galaxis Őrző 3 Infinity War után szóval ja. Warlock. Folytasd, csak utána meg utána. Nem, ennyit írnak róla. Tehát ennyit írnak róla, hogy ez a végtelen égköveknek a története úgymond. De ezzel se találkozol amúgy. Hát figyelj, majd... De nem hinném, hogyha nem nézze utána, akkor ez az Infinity Warból kiderül. Ez kicsit olyan Harry Potter szindróma, hogyha nem olvasta a könyveket, akkor csomó de tudásnak... De egyébként szerintem ezeket simán fogják majd, és valami egyszerűbb... Összegyúrják egy ilyen... Valamivé, ilyen mendemondával? Igen. Szerintem biztos, hogy általában így szokták Marvelnél csinálni többnyire. Ők ezen kiégtem, hogy unatkozott az a lény. Azt nem hiszem, hogy ezt belerakják. Ez kurva. Jó, hát nyilván ezt így nem egy ilyen hát filmben. Nem így, de valahogy... Hát most... De kajak ezt írták le, hogy unatkozott. Én elhiszem. Ne is a nagy lény így mutatják, és akkor büdös picsám, csak az asztal, és így szétmegy hozzá. Hát köszönjük szépen ezt az infomorzsát, mert ugye ez a Thanosos dolog, hogy kiadja a nevét a köveknek a kezdőből, ezt én abszolút nem tudtam, ez tök érdekes amúgy. Nem mondjuk Thanosnak is van egy története, de hát most Majd az Infinity War esetleg majd ott. Igen. Igazából is már nagyon belementünk valószínűleg, és még van 4 filmünk már a bazmány. Hát igen, lesz itt vágott anyag, én úgy érzem. Vágott, hát ja, ne is mond. Még mielőtt esetleg belemennénk, én eleget tennék a törzsrajongók felé egy fajta, hogy is mondjam... Fogalmazz újra. Hülyeséget. Eleget teszek kérdésnek? Egy gesztust tennék a törzsrajongók felé, ugyanis egyik... Törzshallgatónknak a fia megünnepli második születésnapját, és gondoltam, akkor fölköszöntöm esetleg. Hát akkor mi is innen is nagyon boldog Isten életesen álmos úr, hogyha esetleg fölnősz és még mi is leszünk, akkor hallgassál minket, akár csak anyád. 4000. adásban viszont ja. Várunk, mint vendégszerep, Isten életesen akkor innen is. Na. Isten életes. Így van, Isten életesen. Köszönöm szépen. Ma a felvétel napján 12. 21. Van, ugye? Igen. Igen, 21. Na, akkor ennyi. Na. Köszönjük szépen, ez aranyos volt. Akkor elkezdtünk a karácsonyi blokkhoz, mikor is úgy gondoltuk, hogy visszatérve... Karácsonyi tégla. Karácsonyi tégla. Visszatérve egy kicsit az általános iskolába, húzunk a kalapból és megajándékozzuk egymást egy-egy olyan film, ami nem túl mainstream, nem túl ismert, hanem nekünk a szívünknek valamilyen szinten kedves. Várjál most, mi? Ez a tepülben, de kurván lehetne. Kialakultak a párosítás, még pedig ugye DRK adományozta, hát mondhatjuk, ajándékozta meg egy filmmel.
és Ádám ajándékozta meg DRK-t filmmel, majd pedig Redfield átkozott meg engem egy szenzációs filmmel, és próbáltam visszasújtani én is egyel. A párosítások úgy néznek ki, ugye, azt elmondtam, a filmek Ádám megajándékozta DRK-t, rengetegszer mondom a neveteket. Igen. Az Eddie a Sas című filmmel, Visszafelé megment a Nagy szemefénye, rendkívül jó párosítás. Akár csak a miénk. Redfield megajándékozott engem a Franklin című szenzációs... Szürreális thriller, fantázia thriller, nem is tudom, hogy mondjam, hogy... Nincs műfaja. Hát egyébként én is három különböző műfaj, ha belegondolsz. Én pedig oda dobtam neked a Számomra Oly Kedves London című filmet, és ezeknek a filmeknek a élménybeszámolóját szeretnénk most veletek megosztani, és úgy gondoltuk, hogy akkor kezdjük a Nagy szemefényével. Ezt hát gondolom az, akinek meg kellett nézni, azt megnézte. Megnéztem. Én is szorgalmas voltam, én is bepótoltam. Te megnézted azóta, Dénka? Meg. Nekem sajnos nem volt rá időm, meg akartam én is nézni, de ez most nekem kimaradt valahogy. Na akkor beszéljünk erről a filmről. Én csak azt néztem meg szinte, igen, amit adtál meg, amit én adtam neked, újra néztem. Szerencsénkre. Igen. Na hát akkor tietek a poloncsrácok. Tudtok erről a filmről beszélni? Na. Hát kezdem akkor. Hát persze, te kaptad, baszki. Nekem lett ajánlva. Hát mondtad, hogy egy jót fogok röhögni rajta. Nem egyet rögtél is. Jót rögtem rajta például a 10. percben, az első 10 perc az igazából semmi, de a 10. percben, amikor a hősünk kimegy a mosdóba. Hősünk? Lara Croft-tal, azért az, és amikor rányit a barátja anyja, az azért ütött. Aludik, kisebbet? Az azért ütött. Hogy Lara Croft-tal megy ki a kocsóra? Te egyáltalán nem látta ezt a filmet? Nem láttam, abszolút. Tehát én most itt tök szűz fejjel jöttem ide, hogy nem tudom. Tehát... Kár, ezt a részt hiba kihagyni. Na megnézem. Majd megnézzük. Bepótolom. Na maradjuk itt az esetben és nézzük. Ja. Jó. Nem, inkább nem. De hogy miről szól a film maga? A film, hát egy... Elmondta a DRK, hogy egy csávóról szól, aki egy ilyen játékfejlesztő, és a mamájához kényszerű... Játéktesztelő. Tesztelő, igen. Mamájához kényszerű költözni, és ott kitalál egy új játékot, miközben full be van tépve, kb. Hát, jó, igen. Igen. In a nutshell. In a nutshell, mi van? Dióhéjban. Na de. Maga a film az nekem tetszett, egy egész jó választás, egy ilyen kis rövid filmet képzeljetek el, elképzelni, hogy mi így leülünk négyen, tévé elé, rágyújtunk egy jó cigire és megnézzük. Tehát egy jó hétvégén ez mondjuk. Ilyen film, egy jó cigire. Jó cigire pont témával van. Egy jó növénnyel. Ez egy olyan film, ilyen laza, nyugodt hangulatú, vicces hangulatú kis film. Igazából bemutatja, hogy egy játéktesztelő, aki nem mindig volt játéktesztelő, és nem mindig volt ilyen, hogy mondjam... Hülyes kocka. Nincs telen. Attól függetlenül, hogy nincs pénze, ettől függetlenül egy boldog embert látunk, úgymond. Mert élvezi, amit csinál, szereti, amit csinál. Igazából a világ egyik legjobb munkáját mutatja be szerintem. Ebben egyet értek, abszolút. Mert amúgy, ez okay. Nagyon jó munka. Igen. Folytatom. Ahogy mi látjuk ebben a filmben. Igen, mondjuk így. Igen. Amellett ugye, hogy teszteli a játékokat, és mindenből a király, úgymond minden játékban, fejleszt is egy játékot, tehát programoz is, csinál magának egy játékot, eközben találkozik egy lányjal, aki oda megy hozzájuk dolgozni, és van benne egy kis romantikus szál is ebben a filmben. De ez a klasszikus romantikus szál, hogy mi most megismerkedünk, és stb. Nem, hogy gyakorlatilag a véletlennek köszönhetően meg ugye az események folynak tovább, és akkor egy jobban összemelegednek. Sokkal közelebb kerülnek egymáshoz, egy jobban megértik egymás oldalát. Ez egy olyan romantikus szál volt, amit mondjuk jó volt nézni egy ilyen, most nem megbántva délket, egy ilyen bugyuta filmben. Mert attól függetlenül, hogy bugyuta, lehet élvezni és szeretni ezt a filmet. Mert mindegyik karakter ugye klisés, igen. A szó szoros értelmében klisés mindegyik. Viszont szerethetőek. A Nagyi azt szerintem fenomenális, nagyon erős volt a Nagyi. Hát amikor megfőzi a teát. Ja, igen, fűből főz teát, igen, beállnak a Nagyik ott végül is. Ja, mi a Nagyi is? Vagy füves egyébként? Nagy munka? Nem. Munkamester a Nagyi, mert meg van a jelenet, amikor ugye egy a halott volt szobatárs, ugye meg, és annak a szobájába szállásolja a kis unokáját, és az első este ugye föl van ennek a nőnek a képe rakva a falra, és akkor... Nem is tudom már mit mond, de hogy
itt haltam meg, és te itt fekszel az ágyam, és úgy magára húzza a takarót, és akkor csak kiújik a nagy az ágy mögül, és beszadik a gyerek. De úgy értem, hogy nagy munkár, hogy ő is így él. Nem. Hát ilyen véletlenül. Ő tök véletlenül, el tud képzelni. Ja, igen, ilyen tipikus figyelmet. Azt hiszi, te a fű, és megfogja. Ja, persze. Persze, ilyen tök abszurd módon. Meg végül is vannak benne olyan poénok, amik, ugye ez 2006-os film, tehát akkor még nem volt ennyire híg ez a vígjáték műfaj, gyakorlatilag mindent láttam, nagyon sok mindent láttam a 2006-ban a vígjáték filmben. De van egy kettő poén, ami jót lehet derülni, és a párommal néztem, és így, most jó volt, tök jó volt, most tök jó kedvünk lett, nem úgy, mint mondjuk a Franklintől, előrevetítve. Én örültem ennek a filmnek, mert újra apropó volt. Nekem ott porosodik a polcom már legalább 6 éve, és nem néztem meg. Ez egy jó apropó volt, tehát én is köszönöm. Szívesen. Szóval nekem tetszett a film, vannak benne jó poénok. Maga a film egy ilyen laza stílusú, nyugodt kis film, laza hétvégékre nagyon jó megtekinteni. Én köszönöm, hogy ezt a filmet ajánlottad nekem, DRK. Nincs. Bántam volna, ha nem láttam volna. Főleg a 10. perc miatt. Azon tényleg azon... Jó, akkor ezt Redfield-en megnézhetjük az adás után. Ja. Azon majdnem elrögtem magam. Azon majdnem... Jó, már valami! Jó, vizsgálszik! Majdnem elrögtem magam. Ekkora volt ez. Ott a legyen. Jó, elég szar a humorérzékem, ezért is... Ne mondd! Nyugodj szó! Ezért is már az is egy nagy szó, hogy egyedül otthon elrögöm majdnem magam, tehát... Szóval, de tényleg, az a 10. percben szerintem hozzá... másért nem azért érdemes megnézni. Hallgatóknak elmondanám, hogy tehát nincs még egy ember, aki farca végig bármilyen filmet, mint az Ádám, szóval ezt így komolyan kértik. Ha valaki farca végig tud ülni bármilyen filmet, az az Ádám egyébként. Szóval, igen. A majdnem erők nem magam az egy erős. Jégkorszak 2-t is. Na jó, van, megyünk alapasztani. Szolkodás. Jó, van akkor... London. Most akkor ugorjunk a második párosításra, amit ugye én adtam ugye Redfieldnek. A jó London. Jó London. Ez tetszik ez a jó London. Elsősorban én azért adtam neked ezt a filmet, hogyha... Igen. De ha mutogatsz, akkor nyugodtan beszélsz. Nem, csak hogy nekem már a címe is durva volt, mert azt hittem, hogy szóri ott játszódik, de ez ilyen beugrató. Ugye? És nem, végül is játszódik Londonban, de az egy más, egy-két jelenet. Igen. Leesett? Ja. De mindegy, de ez egy másik. Szóval értem, abszolút értem. Mit akartál mondani? Rendben, szóval. Nekem ez egy nagyon kedves film. Pontosan azért szeretem ezt a filmet, mert ezt csak ugye a semmiből találtam meg évekkel ezelőtt, amikor már akkor se volt. Mint én a Frank. Igen, akkor se volt fiatal a film, amikor ezt megtaláltam. Uh-huh. És abszolút úgy ültem le ezzel a filmet, hogy fingom nincs, hogy mit fogok nézni. A címéből én is azt gondoltam, hogy egy városról van szó, megnézem, hogy mit tud nyújtani. Megnéztem, kik vannak benne, Chris Evans, ugye akkor kezdett el ugye befutni, ott volt Jessica Biel, Jason Statham, mondom, akkor... Hajjal, emberek, hajjal van Jason Statham, meg mondjuk tuti, látszik rajta, full paróka. Hát a Chris Evans-en is látszik, hogy paróka. Jó, persze, nyilván, mert ugye, igen. Az alapkoncepció ugye az, hogy kapásból az első jelenetben látunk egy összetört, megfeneklett fiatal srácot. De azt akartad, mert egyébként azt nem mondtad, hogy miért adtad neked, de mondtál valamit, hogy miért adtad. Igen, ezt. Mert első megnézésre bennem olyan érzést generált, hogy mai napig nem volt olyan film, ami első megnézésre ismeretlenül ezt tudta bennem kelteni, illetve úgy gondoltam, hogy napjainkban ez egy kicsit rád is igaz lehet ez a sztori. Előfordul, igen. Tehát, hogy van mondani valója keményen a filmnek, és hogyha olyan ember talál meg, aki tud vele azonosulni, akkor azért... Üthet. Azért nagy öt ütés, igen. Ezt majd kifejtjük közben, hogy... Igen, szóval... Tudnak, ha valaki olyan nézi meg, aki impotens. Ja. Megnéztük adás előtt. Ez kurva nőző. Én azt hittem, hogy a másik monológra gondol, amikor a szadomozó szexet hozzá. Az is jön. És azért csinálta azt, mert... Persze, igen. Igen. Szóval igen, mondtam Redfieldnek, hogyha másra nem Jason Statham ezek szerint ugye akkor két monológot véltél felfedezni, már megéri a filmet megnézni, de hát akkor gyorsan a sztorit akkor vázoljuk fel. Arról van szó, hogy a Chris Evans által játszott Sidet, aki egy eléggé, hát nem tudom, akkor is narkós volt, amikor még a csajja járt, de... Füvezettek a csajjal együtt. Sajnos, szóval egy eléggé anyagon élő srác, de nem ez a nagyon lepukkant csávó, hanem ez a, aki mókából így elkokainozgat, meg ilyesmi. Ő jár két évig egy London nevű lányjal, akit a Jessica Biel alakít. De gyönyörű, de névnek, hogy London, kurva szép. Tettem és is, pont azt tettem is mondja neki, igen, hogy nyilván mivel ő angol is, hogy szép neved van.
ott hagyja, illetve már, mikor elkezdődik a film, már akkor 6 hónapja szét vannak menve, és akkor tudja meg a főszereplő... Szét vannak menve. És nem szó szerint, hanem mint párkapcsolatnak. Hogy akkor tudja meg ez a Chris Evans által játszott Sid, hogy Londonunk ki akar költözni Los Angelesbe. Los Angelesbe. Hát ki, hát mégis egy országon belül. Hát igen, értem. És kiakadt, hogy a búcsú bulija készül este, és nem, még őt se hívták el. Igazából csak megjelenik ott a bulin, de előtte még... Anyagért megy gyakorlatilag. Anyagért megy konkrétan a nem a szokásos dinnerre, hanem ez a Jason Statham által játszott Batemannek. Batman, igen. Batemannek hívják, és ő adja neki az anyagot, de ő látszik rajta elsőre egy ilyen fura... Nem is... Nem is dealernek néz ki, hanem mit is mondja, valutaváltásra. Valutaváltóban dolgozik gyakorlatilag. Ilyen, ez a úriember, ez a gentlemannek néz ki. Igen, mondja, hogy $5000 zakója van, meg hogy vizes lehet, meg ugye a haja is úgy van fésű a Stathamnek. Látszik rajta egyébként, a Stathamnek kurva jól állt ez a... Mert szerintem a Statham sose ez az akció... filmesnek állt jó, szerintem ez nem az az akciófilmes szerepek. Jó, mondjuk a X-Men-ben ez a kurva jó volt, de így a... Ez a kicsit vígját, kicsit komikusabb mint szerepek. Mint a Kémbe. A Kémbe, a Bluffbe, igen. A Ravasz az agyba is talán szerepelt, lehet, hogy fasságot mondok. Múltkor is, még a Halálos iramban új részében, abban is inkább ezt a mókásabb vonalat hozta, és ez kurva jó lehet neki. Itt is végül is ezt hozza, de itt van egyfajta ilyen szorongása a karakterének, érted? Az első perctől amúgy lehet érezni rajta. Igen, hogy van egy olyan szorongó emberről van szó, aki viszont kurva jót tud nézni, és élvezett nézni, hogy nyomja azt. Kurva jól színészkedik benne. Egyébként tényleg nem is értem, hogy miért ragadt le ezbe az akciózsánerbe, az ilyen fos harmadrangú akciófilmeknél, mert ebbe viszont olyanokat csinál, ebbe az ilyen szerepekben Lubicka a csávó, tehát kurva jó. És a szinkronja is baromi jó. De az nem tudom ki a szinkronja, a magyar szinkronja, de... Hát a szokásos Jason Statham szinkron, képzeljétek el. Na igen, és akkor ezzel a Batman-nek kiegészülve Sid elmegy a partiba, egy csajjal együtt, nem tudom, ilyen random, a tizen akárhány éves csajjal. Hát ott csak úgy megjelenik néha-néha. És bemennek, viszont a házigazda meg is lepődik rajtuk, és igazából Sidon nagy akkora szorongás lesz úrrá, hogy bemennek a klotyóba konkrétan. Akkor a fürdőszobát képzeljétek el, mint egy átlag szoba, vagy egy fél hát lakás. Egy elég jó kégvűről van szó, meg egy elég tehetős helyről. És hát oda bezárkóznak, és ott szépen elkezdenek anyagozni. És ott konkrétan a Sid végigmeséli az egész kapcsolatát a Londonnal. És itt, bocsánat, közben kell várni, ugye látunk ilyen flashbackeket, hogy végül is hogyan romlott meg a kapcsolat. Látunk. És úgy kezdődik ugye, már az elején, meg még el nem kezdődnek ezek a történetmesé, még rá ki nem derül, hogy mi történt London és Sid között. Igazából sajnálod a Sidet végig, hogy úristen, és azonosulni tudsz vele, hogyha volt vala a szerelmi bánatot, hogy baszki, de szar ennek a csávónak, hogy élete nagy szerelme, ott hagyta őt, és most elköltözik, és lehet, hogy büdös életben nem fogja újra látni. Viszont, ahogy elkezdődnek a flashbackek... Igen, de jó, hogy kitértél rá. Ahogy elkezdődnek a flashbackek, szépen rasszan mindegyik jelenetnél, mindegyik visszatekintésnél rájössz egyre jobban, hogy a csávó kurvára elbaszta. Ez egy kretén. Ez egy faszopó volt, igaz, hogy már mire mi látjuk, addigra már nem az. Igen. Rohadtul nem, mert látszik rajta, hogy megváltoztatta, annyira megtört ez a dolog, hogy megváltoztatta, viszont ezzel a tapasztalattal együtt elveszítette a lányt is, úgy tűnik. Valamit valamiért. Igen, és ez egy olyan ár, amit Sidünk nem akar megfizetni rohadtul, és annyira szorong, hogy nem tud kilépni abból a rohadt fürdőszobából, hogy lemenjen a buli közepén és beszéljen végre a Londonnal. Metafor. Hogy? Hát a fürdőszoba mit jelent? Maga a szorongás, ugye? Hát igen, hogy... És gyakorlatilag kell egy hatalmas nagy lökés a Batmantől, az idegentől. Igen, mert mint kiderül, Batmannek is megvan, mert szóval... igazából végighallgatja Batman a Sidet, hogy elmeséli meg, hogy milyen Sid, hogy sajnálja magát, hogy milyen szar az élete. Viszont egy ponton a Batman kiakad, és ő is elmondja a saját kis táskájából. De hogyan? Te jó Isten! És úristen! És először csak így megpróbálja rávezetni, hogy vannak rosszabb dolgok is ennél, mint amit átél a Sid. Idéző, sima szakítás, kis 20 éves fejjel. De amikor így bekattan a Batman, és elkezdi savazni a Sidet, és ezáltal se elmesél a történetét, rájössz, hogy igen, baszki, ennél sokkal szarabb dolgok is vannak a világon. Most nem tudom, hát végülis előhetjük, mert már több mint 10 éves film, de... Nem, mert én még meg szeretném nézni ma. Akkor elég kell. Mindenképpen megér egy megnézést, ezzel azt akarjuk mondani. Folytasd. És végül megkapja a löketet a Sid, hogy... De azt mondja, akkor nem tudom elmondani, pedig a vége viszont van egy tök jó. Akkor kimegyek. Mennyi? Vagy akkor viszont el tudod mondani, mert neked, te jobban tudod ezt a monológot, amit Jason Statham mond, hogy igazából
Mi az a teher, amit magáncipel Batmanünk? Hát ugye miután végighallgatt, hogy a Sid mennyire szenved egy olyan lány miatt, aki gyakorlatilag saját maga miatt veszít, mert brutálisan féltékeny ez a srác. Meg kretén. És kierőszakolja a nőből azt a választ, amit nem akar hallani. Nem tudom, ennyire mazoista, hogy lehet valaki párkapcsolatban, hogy folyamatosan rosszat akar saját magának. Hát sajnos van ilyen. Igen. És gyakorlatilag ez okozza a kapcsolatvesztét. A Chelsea besokal, meg ugye nem tudja neki kimondani, hogy szeretlek, ez is egy fontos. Igen, ez egy alapvető probléma a kapcsolatban, amikor odáig megy, hogy kimondaná, akkor inkább leírja. De viszont nem mondja, és ez a nőnek ez brutálisan rossz, amit meg tudok érteni. Igen, ez is. De ezt pont beszéltük Ádámmal, amikor néztük, hogy vannak ilyen emberek, akik persze nem tudják kimondani. Mert ez egy túl nagy lépés neki. Túl a lépés, úgyhogy két éves kapcsolatról beszélünk. Igen. És mindezt végighallgatva a Batman, ugye gyűlik benne, hogy kis szaros vagy, bazd meg, az életnek gyakorlatilag az elején vagy. Mi ez a szaros probléma, hogy nincs melletted a nő? És elmeséli azt, hogy világ legszebb felesége volt. Mert kiderül, volt neki is felesége, volt, és ezzel meg is lepődik szint. Igen. És az első randi már közli bele a leendő felesége, hogy imádja, hogyha egy éjszaka az ura 4x5 magáévá teszi. És egy ideig jól el is voltak talán. El is voltak, és aztán végülis az nem derül ki, hogy miért, vagy hogyan, de közli a fősünk ezt ide, hogy az a legnagyobb gyötrelem az életben, amikor ott fekszik melletted életed szerelme, és azt akar, hogy 4x5 magáévá tedd, és nem tudod, mert impotens vagy. És ahogy előadja James, tehát itt nem maga a dolog, amit közöl, az is melbe tud vágni, hogyha esetleg kicsit mély ponton vagy, és nyilván nem a témával kapcsolatban, de ahogy előadja, és a szinkron, angol is láttam úgy, és ott is brutálisan átjön, az a monológ olyan érzést ad át, hogy James tettem ebbe a monológban, hogy brutális, tehát annyira megfog, hogy az hihetetlen, és ha közelében nem vagy ennek a lelki állapotnak, akkor is. Tehetetlenség érzését nagyon látom. Igen. Tehetetlen dű. Nagyon megfog, és te most láttad először a Mádám, ugye? Igen. Érezted ezt a feszültséget, ezt a tehetetlenséget? Tehát gyakorlatilag egy pillanatra te is impotenssé váltál, mert annyira erőteljes. Nem akarom tudni, hogy jöttetek el. Nagyon erőteljes volt ez a monológ, és brutális, és ez az, ami elsősorban megfogott ebbe a filmbe, hogy Jason Statham így színészkedik, és az életnek olyan árnyoldalát mutatja be, ami jó eséllyel egy egészséges embernek nem adatik meg, mondjuk ez rossz szó. Ez ugye kimondásra kerül, ez a hatalmas nagy probléma. Ez adja meg a lökést a Sidnek, hogy lemenjen és beszéljen Londonnal. Hú, de csúnyán mondtam. Londonnal. És lemegy, és igen, és hát úgy reagálja le Londonunk a dolgot, ahogy ami minden épeszű nő megfordul a fejében. Mert fél éve a szakítás után, akinek már van pár kapcsolata. Igen, és hogy Sid egyből lemegy és közli vele, hogy nem tudnak-e félre menni a saját bulián, hogy dumálhassanak, és akkor nyilván kicsit De ott is a Chris Stevens hogy nézel, mint egy ilyen ártatlan kiskutya? Na, hát ott kicsit inkább ez már látszott rajta, hogy ott igen, el van ködösödve, nem csak azért, hanem nem csak a anyagtól, de hanem így érzelmileg is már itt tompa kicsit, hogy annyira ki van készülve, és látszik rajta. Még hónapok óta nem beszéltek ugye a lányom. Igen, és ki van akadva. London persze kicsit hárítja, hogy hát a saját buljáról mégsem mehet el, meg azért ez nem így működik. De nem is tudom, hogy végül hogy veszi rá a... Úgy veszi rá, hogy a srác, akivel beszélget a London, ő önszántából arrébb megy, és elkezd vele kiabálni. Igen. Hogy mi az, hogy nem hívtál meg a bulit, és akkor azt mondja a London, hogy ne égessél itt minket, hanem inkább menjünk ki egy 20 percre beszélgetni, mert az mégiscsak akkor emberi megoldás. Hú, azt mire kiérnek, abból lesz egy kisebb bunyó a házi bulin. Nem maradhat el a Statham film bunyó nélkül. és egyből a Batman, aki épp hogy csak megismert a Sidet, azonnal megy is. És mindenkit szétrúg, aki tehát ugye mindenki ki akarja dobni a Sidet, de ő oda megy, meg kidob mindenki más. Tehát nagyon durva, hogy és akkor még a Sid is aztán úgy van, hogy aztán a Sid meg a London jut neki a buliról, és akkor Sid egyben vissza is megy Batmanért, hogy nem hagyja. Igen, igen. Az is kurva jó jelenet. This is the beginning of the beautiful friendship. És akkor aztán nem is tudom, hogy van, hogy a Batmant így kibasszák a buliról, és így... Nem, a Sid hozza ki, és akkor még rugdosol. A kabátomért visszamegyek. Igen, és visszamegy a kabátomért, ugye a Chelsea valakit megismert a bárból. Igen. Majd utána lement. Ja, de te fiam, beszélj róla. Igazából tök jó volt ez a rész is, látszott, hogy így mennyire így... Nem is tudom, volt kémiai a Chris Evans és a Jason Statham között, az egy kurva jó. Ilyen buddy cop filmet el tudnék velük képzelni, simán ilyen halálos fegyver szintű valamit. Tényleg tök jó működne. Ugye? Ja. És ugye lemennek. Ott el is válnak az útjaik, ugye elmegy a Statham a
a fekete lánya elmegy vele, így, hogy iszogatni, lehet, hogy lesz belőle igen, valami. Fölhúzzuk az árbócot. Tehát lehet, hogy ez számukra is egy megoldás volt ez a film, ez a számára, viszont és akkor ott elbeszélgetnek a kocsiba a Sid és a London, és azért érezni lehet, hogy itt még az, itt ennek a dolognak még nincs vége, ha mondhatjuk ezt, sehol nincs vége. Egy gondot hadd vágjak közben, tehát ha valakinek volt már szakítása az életbe, akkor biztos, hogy volt egy olyan pillanat, amikor követelte magának azt a pillanatot, ami jár neki, hogy nyugodt környezetben kimondásra kerüljenek az őszinte érzései. És ez mind úgy történjen meg, hogy nem felejtesz semmit, nem blokkol le, és egy tiszta őszinte beszélgetést tudod kezdeményezni a Londonnal. És egy esős estén egy kocsiba ülnek, nem hangzik el 5-6 mondatnál több, és pontosan ahogy a Statham át tudja adni az érzéseit a fürdőszobában ilyen felemelkedett módon, itt pontosan ennek az ellenkezőt lehet érezni. Az egy baromira megható pillanat legalábbis számomra, mert annyira nyugodt és annyira... És ez a durva tényleg, hogy nem pusztán azt, legalábbis én nem azt éreztem, hogy ők szakítani akarnak, vagy szét akarnak menni, mert a dolog, ami köztük van, az ott is van, és az valószínűleg ott is lesz. Érezhető is, ahogy ők közöttük is volt ki. Tehát az nem egy olyan dolog, ami elmúlt. Csak az élet úgy hozta, hogy most valamiért nem lehetnek együtt. És ugye beszélgetnek, csókolóznak is, ugye azt hiszem talán a lényeg, hogy snitt, és az ágyba másnap reggel, és ugye London megy a géphez, és kikíséri őt a... H6-os megy. Kikíséri őt a... Kiviszi őt a... Repülőtérre, így van, és akkor ott így elköszöntő a Chris Evans, elsétál, majd megfordul, és akkor ott kimondja neki, hogy szeretlek. Na erre viszont nem emlékszek, illetve nem nagyon hallottam, és nem voltam ilyen hülye, és nem tekertem vissza, most meg akartam nézni, elfelejtettem, hogy a Jessica Biel karakter a London ugye oda megy hozzá. Most először mondtad ki, te először. Igen. Ezt mondta. Ennyit mondod? Ennyit. És megcsókolja, és könnyez szemmel visszamegy a repülőtérre. És elmegy, és ott hagyja, és Chris Stevensünk is ugye elmegy, és vége. Viszont, ugye te nekem azt mondtad, hogy itt nincsen megoldás, vagy nem olyan... Én úgy éreztem, hogy itt... Mert nem is érezted azt se, gondolom azért, mert nem is érezted azt se, hogy itt ennek mindenek vége, de azt se, hogy minden rendben. Igen, tehát hogy itt nincs vége, tehát... Függőbe marad a dolog. Igen, ezt éreztem. De ez is egy megoldás, tehát hogyha... Ez most éljövök ezzel, hogyha voltam nem is, hogy szakít, de ilyen esetben, hogy függőben maradtak dolgok, és van még, nem az, hogy van még érzés, hanem kurvára ott van még köztetek minden, akkor ezek a dolgok nem feltétlenül, tehát befejezni dolgokat nehéz, de nem minden ér véget. Igen. Ez tök jó kívül. És ez megint csak egy olyan dolog, hogy lehet, hogy lenne ennek simán egy folytatás, lehet, hogy csak egy két hét, lehet, hogy egy két év múlva, de újra találkoznak, és simán... Meg is ígérte neki a London, hogy biztos, hogy fogunk találkozni. Simán innen folytathatják, hogyha úgy adódik. Igen, de Ádám mondta a film közben, hogy ha szereti, mert nyilvánvaló lehet érezni a filmben, nem kell kimondani, mert lehetett érezni képernyőn keresztül, és akkor minek repül el? Tehát ez is egy olyan dolog, hogy ott már ott vár egy másik élet, és ha vissza akar jönni, akkor azt is le kell zárni valamilyen szinten. Ez a film, az a baj, hogy nem találkozik a szavakat, mert ez kurva jó film, nekem. Nagyon sok olyan kommentet írtam, hogy 7/10, meg ez egy fos, meg kell találni a közönségét ennek a filmnek. Ez minden filmre igaz egyéb, szerintem, de majd mindjárt rákanyarodunk kicsit. Jó, egy torronörököt meg tudod nézni, hogyha ha hasmenésed van, hogyha boldog vagy, ha szomorú vagy. Bizonyos filmeket, hogyha bizonyos életszakaszba találnak meg, akkor kurva nagyot tud ütni. Pontosan. Igen, és ez így most így be is talált, és köszönöm szépen egyébként nekem nagyon. Oké, pacsi! Igazán is. Igen, amit előbben kivesésztünk a végéről, tehát még az is igazából. Nem is az, hogy lehangoló volt, sőt, inkább remény. Hogyha úgy találja meg az embert, még talán reménnyel is tölti el. Még akkor is, hogyha ilyen... Hogy bizonyos dolgoknak sosincs vége. Én, tehát a kilátástalan helyzetben nézed, még akkor is pozitív gondolatokat tud táplálni benned, én úgy gondolom. Így van. Én te tiszta szívből tudom ajánlani ezt a filmet, mert engem pont olyan életszakaszba talált meg, hogy jól emlékszem, hogy ez akkor átnyújtott, hogy azóta is az egyik kedvenc filmem között emlegetem. Jó, a következő párosításra mehetünk. Eddie a sas. Egy gondolatot engedjetek meg. Ez a film engem 2016-os filmről beszélünk. Ez... Ne csattog. Ja, jó, nem csattog. Nem. Ja, nem fog, elfog a tollam. Ez fog. Hát én nyújtom. Igen, és szóval. Most nem kapcsoltam be. 2016-os megjelenés óta engem ez a film, ez folyamatosan elkerül.
És nem tudom, mi a szarért került el engem ez a film. Meg kiöntötted az energiaitalt az asztalra például most. Megnéztem ezt a filmet, ugye szorgalomból én is megnéztem, és ugye itt Redfield mondta, hogy nem számítottunk arra, hogy te ezt a filmet adod DRK-nak. Sok mindent el tudtam volna képzelni, Adam Roda, hogy ilyen rendies ast, azt nem. Valahogy nem tudom. 1 óra 45 perc ez a film, minden percét végig mosolyogtam. Van benne egy ilyen egyfajta pozitív, tehát ugye alaptörténet... Az egész. Áthatja egyfajta reménység és pozitivizmus az egész, tehát az nekem is te is mondtál. De akkor először szerintem ütköztessétek a véleményeteket. DRK. Mert itt már fölkészültünk mindenre, és fingunk lehet, hogy neked tetszett a film, de lehet DRK-nak, nem? Hát akkor halljuk ezt. Nagyon törni a fejét, sab lesz. Na jó, vágjunk bele. Akkor, hogyha... Na, nem jó. Jó, úgy kaptam ezt a filmet Ádámtól, hogy ez egy életrajzi film. Na már most tudni kell rólam, hogy én az életrajzi filmeket nem szeretem, mégpedig azért nem, mert egy-egy bizonyos embernek az életét mutatják be, értelemszerűen azért életrajzi film. Mindegyiknek valamilyen mondandója lenne számunkra. De az a fajta dolog, amit itt láttam, majd megyek sorba folyamatosan a dolgokon. Hány oldalnyi jegyzetet írtál? Mindjárt megszámolom. Bűn és bűnhődés szintű kötet, bazd meg. 4, 6, háború 8, 9 oldalt írtam róla, kicsi a napokra nem volt ilyen hosszú. De nem tudom, nekem ez sok volt. Hosszabb, mint a Mad Max párbeszéd, a Fury Road. Igen. Megyünk majd sorba rajta, hogy miért, de ha valakinek az életéről szól, akkor nekem az nem tetszik már eleve a filmekben, hogy el akarják csépelni, vagy hát jó, el akarják csépelni azt, hogy mi a mondannivalója. És olyan fajta helyzeteket állítanak be, attól függetlenül, hogy azt mondják valamiről, hogy igaz történet alapján, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ez így történt, mert ez már nekem sok volt, amit láttam. A film úgy indul, hogy kírja, hogy 1973-at írunk. Öngyilkossági kísérlet után a picit fura gyerek elindul az olimpiára, mert 58 másodpercig a víz alatt tudott maradni. Itt már megkapjuk azt, az öngyilkosság az persze csak idézőjelben. Na jó, oké. Meg okay. Akarja... Nem, csak... Jó, oké, jó, tök mindegy. Nem, csak gyakorolt a víz alatt, nem? Igen. Jó, és... ez az első jelenet, amit kapunk. Igen, igazad van. Ezután látjuk, hogy a gyerek nagyon olimpia függő, mert van egy könyve, és azt tervezi, meg inkább az a motivációja, hogy neki is akar, ő is akar egy pillanatot magának. Mert az a könyv címe, hogy... Olimpiás könyvet. Olimpiás könyvben mindenki, aki elért ott valamit, az kap egy pillanatot, egy megörökített pillanatot. Igen. És ő is benne akar lenni, hogy ő oda akar jutni. Folyamatosan azt látjuk, hogy a gyerek edz az olimpiára. De mi milyen számba? Először úszásba akart, mert a víz alatt tud maradni. Igen. Fuck logic, oké, elindul az olimpiára, mondván, kimegy a buszmegállóba gyerekként. A szülei azt kb. Leszarják, gondolom, mert náluk ilyen mindennapos, hogy a gyerek kimegy akkor. Olimpiára a buszmegy. Olimpiára, random, igen. Attól függetlenül, hogy nincs akkor olimpia, de a gyerek kimegy. Ekkor már lejátszódik egy jelenet, ami meghatározó későbbiekben az apa és a fiú között, hogy ő neki nincs kedve minden nap menni érte a buszmegállóba, és jöjjön haza. Igen. Akkor jó, a gyerek kicsi fejjel, azt hiszem, akkor ilyen 10 éves körül lehet, azt mondja, hogy jó, rendben. Azt még tudni kell a gyerekről, hogy a lábán volt egy ilyen szerkezet. Forrest Gump-szerű ilyen rögzítő. Te láttad az egyesos? Nem néztem meg ezt. Jó. Aztán X idő elteltével leveszik a lábáról ezt a segédeszközt, és azt mondja a doki, hogy ne ugráljon, ne másszon fára, hanem maradjon otthon olvasni. Ezt ő el is mondja későbbiekben, hogy ezt mondta neki, hogy maradjon otthon olvasni, ez ott nem hangzik el, de mindegy, lényegtelen, ezzel nem kell fönnakadni. És azt látjuk, hogy mindenben elkezd gyakorolni, ugrani, ilyen, futni. Hogy mondják azt, amikor... Gátfutás. Na, gátfutásra gyakorol, sima futásra gyakorol, akkor gerendát akar hajítani, akkor súlyt akar kiemelni, és mindegyikben béna, de valami olyan fajta szinten, hogy azt gyűjti a gyerek a dobozába az érmek helyett, hogy hányszor töri el a szemüvegét. Ez aranyos. Jó, hát jó, oké, aranyos. De ekkor, igen, mondjuk. Egy kérdés. Az a debil vigyor, amit elküldtél, az végig? De miért? Az a debil vigyor. Mert ez a srác, ez nincs kimondva a filmben, hogy neki lenne valamilyen defektje vagy fogyaték. De van.
van neki valami, de ez ilyen szerethető dolog, hogy, ja, persze, nem, csak hogy ő tisztában van vele, hogy ő nincs azon a szinten, mint az átlag emberek, de sokkal több kitartás és akaraterő van benne. Persze, csak ez az a videó, az nagyon, tehát így megnéztem, mondtam, hogy küldték képet, és így, ezt így nem hittem el, hogy ez így, jó, az oké, az megvan, de nem arra gondoltam, hanem az a gyerekkori. Igen. Jó, de ez csak ugrás közben van, ez a elég eltorzult feje. Nem. Nem, és most jön a lényeg, és ez ekkor már kezdett fájni a fejem. Pedig itt még 10 perces. És még 10 perces sem néztem a filmet, azért van 9 oldal. Azt mondja, hogy mindenben béna, és az apja kiakad arra, és azt mondja, hogy akkor elmegyünk lettelni. Mert tudni kell, igen, ezt így kimondja az apja, hogy akkor mennyi, hogy lenyugodjál, fiam, elviszlek lettelni. Mert az apja kőműves. Jó, oké, hogy lenyugodjon. Akkor lenyugodja a glettelés, igen, és glettelnek egy... Hol glettel? A városában van egy ilyen sí pálya. Ahol tavallak síjálni az emberek. Mások szétverik a falat idegességből, ő glettel, ő építi a falat. Van ilyen. Sí pálya mellett jön a víziója, hogy akkor ő neki a téli olimpia a lényeg, mert ott nem kell futni, nem kell a lábát használni. Nem kell ugrálni. És akkor már az első gondolatom, mi az a fej? Folyamatosan ezt a fejet kapjuk, nem, hogy... Ezt nem látjátok, nem látjátok, de egy ilyen undorító grimasz, amikor már ilyen flapnish gyereknek van, és egész végig ezt nyomják a filmbe, és akkor tettem fel magamban, amit CH mondott, hogy nem tudom, hogy ez a gyerek fogyatékos volt, vagy sem, de direkt nem olvastam... Gyofatékos volt-e, vagy sem, de direkt nem akartam utána olvasni, mondom, ez majd a lényegében kiderült, de folyamatosan azt nyomják, hogy ezzel a gyerekkel valami probléma van. És akkor meg is értem az apját, hogy azt mondja, hogy nem is kíváncsiak rá. És inkább mennyit lett elni. Meg, hogy nem is akarják elfogadni még a csapatba se, hogy bekerüljön. És akkor jól mondom, biztos csak ez a gyermeki... Innen szép nyerni, ahogy mondja. Igen, ez a gyermeki ártatlanságot akarja kifejezni, ez a grimasz a fején. És akkor otthon a Full HD LED TV-n nézi a Get Wrecked videókat. A 70-es években? Igen, a 70-es években. Full HD TV. És akkor kitalálja, hogy siugró akar lenni. Hát végül is meghalni is kell valami. Ugye azért, ezt közbevágom, mert hogy az olimpiára készülő sí csapatban nem választják be, mert az olimpiai bizottság elnöke azt mondja, hogy te más vagy, mint a többi, kicsit ügyefogyottabb vagy, mint a többi, és ez nem vett jó fényt a brit téli olimpiára készülő síelő csapatra. Uh-huh. Tehát menjen a picsába az ilyen, folytasd. Nyilván. És akkor azt mondja a gyerek, hogy jó, hát akkor ő ez akar lenni, random irány Németország, mert ott van a edzőtábor. De most akkor, hogyha nem engedik az olimpiára, akkor az edzőtábor megengedik? Alapjáraton az volt, hogy az országos csapatban nem kerülhet be. Uh-huh. Vagy az igen, az országos csapatban. Valamilyen valamilyen szintig elengedték akkor. Igen, és... Az apa ilyenkor... Na, akkor már az apa karakter már fölidegesített, amikor elkezdik... Az engem is végig. Akkor... Mi lesz a kőműves vizsgával, és a vakoló oktatónak mit mondjon, hogy elmegy? Ez a tipikus kispolgári szülők, nem? Igen, ez a szűk látókörű, hogy nem támogatja a gyereket, jó lehet abban az időben más volt, tehát... Nem, mai napig is vannak ilyenek, tehát... Jó, de ez már akkor kerekezett... Tudsz példát is? Már akkor idegesített, és akkor ugyanabban a jelenetben, még mielőtt elmenne, a koszos ruhák között keres magának ruhát, amit magával vigyen. És megszagolja az alsógatyát, és aztán az anyukája rendben mondja neki, hogy igen, kisfiam, ez koszos. Érzem. Miért a koszos ruhák között keres? Tehát én ilyeneken tudok fönnak adni, hogyha már egy életrajzot... DRK tisztaságmániás. Megvárjuk, még végigmondod, hogy közben konfrontálódhatunk. Mondhatjátok. Hijackeljük. Ez teljesen egyértelmű, hogy gyerek nem százas. Ez erről nyilván nem ő. Tehát kapásból ilyen szódás üveg szemüvege van, tehát nagyon rosszul állt. Én nem tudom, utána olvastam volna biztos, hogy a csávó is ilyen... Olyan, hát ha megnézed Eddie Edwardsot beírod, kapásból ilyen rosszabbul áll, kicsit az állkapcsa, rosszabbul lát, lehet, hogy kicsit tirkelős, tehát van valami baj, nem fogyatékos a gyerek, de van valami defektje. Uh-huh. Oké, rendben, ezt én elfogadom, mert nekem semmi az ilyenekkel, és hogy mondtam, sokkal többen a szorgalom, meg az igyekezet. Az, hogy kicsit bugyuta, és mondta az Ádám is, hogy kelekútja, meg kicsit szétszólt. Pontosan ettől lehet jobban szeretni ezt a karaktert. Tehát az ilyeneken én átsiklottam pontosan azért, mert én tudtam, hogy milyen egy ilyen ember. Hát, oda megy, és akkor semmilyen nincsen.
kurvára semmilyen felszere nincsen, semmilyen műugráshoz vagy sieléshez, ő kitalál magának valamit, és a saját önnön erőből meg fogja valósítani. Ha a szaros gatyát kell felvenni, akkor is kinnem ezt az olimpiára, ha 4 millió dollár van a zsebébe, hogy megvegye magának a sícsapatot, akkor úgy. Uh-huh. Pontosan nekem ezért volt szimpatikus ez a karakter, és végig mosolyogtam. Ez jó. De nyugodtan menj, majd közben szólok és konfrontálunk. Én védem ezt a filmet, mert ez kurva volt. Buszmegállós jelenet, ugyanaz, és... Ne, és még mindig nincs olimpia. Megint és nincs olimpia, de... Tök mindegy, hogy van, hogy nincs, oda megy. Csinál magára. Beszélnek az álmokról, hogy mi a kivel? Embereknek az... Nem az apjával, ja. Mert megint utána... Forrest Gumpal, és ott a busz megálló. És... Van hasonlóság. Körülbelül úgy kell kezdeni a Forrest Gumpal, hogy kicsit tikkel, meg nagyobb szemben. Nem, csak az is a busz megállóját. Beszélgetnek az álmokról, és fölteszi az apjának a kérdést, hogy neki mi volt az álom. Erre azt mondja az apja, hogy nem vagyok kőből, és neki az volt az álma, hogy kőműves lesz. Jó. Jó, akkor engedjük el ez egy jó, ilyen elég jó, tehát okay, ez kicsit a... ilyen facepalm, hogy igen. Jó, oké. Okay. Minden filmben van legalább egy ilyen mondat, amit nem tudsz hova rakni. Akkor jött egy kínos csend. És ezekkel is bajom volt. Egy ilyen 15 másodperces kínos csend. Erre megszólal a srác, hogy szia apa, az apja vissza, szia fiam, elmegy kocsival. És az apja is ott hagyja és ott hagyja a gyereket. De akkor már ugye ő... Ja, és megjegyzi, hogy a világ nem kíváncsi rád. De ugye végig ezt lehet érezni az apában, hogy mindvég a fia ellen van. Azért, mert ő kicsit más, ezért ő elkönyvég magába, hogy a fia semmire nem fogja vinni, talán abban jó lehet, amit én csinálok, majd én megtanítom arra, amit mondott kispolgári. Nem engedi a gyereket szárnyalni, nem... Ediasas. Nem engedi kibontakozni, nem engedi önön erőből elérni azt, amit ő esetleg tudna. De nem csak minden, nem csak az apja... nem tartja képesnek erre, hanem senki. Az egész film alatt senki. Az anyukája egyet, még talán. Az anyukája, de hát az ő anyai szeretetből. Igen, de ő is azért reális. De igen. De igazából, ha végignézed a filmet, amikor bekerül a táborba, ott se hiszel neki senki semmit, hogy ő bármire képes lenne, mert nem nézi ki belőle senki. Csak az edző, amikor találkozik így az edzővel, akkor az edző tanítja és próbál hinni benne. De ő se először, ugye? De ő se először, persze. Maga a filmben senki nem hisz a gyerekbe. Ő eltökél egy célt magának, úgyhogy rántják vissza. Folyamatosan. Húzzák vissza folyamatosan. De ő akkor is csak csinálja, megy tovább, mellett. Megy előre. Hiába tudja magáról, hogy egy szerencsétlen, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem százas. Akkor is csinálja az akaratából, a kitartásából. Ő végig megy ezen az úton. Pontosan ezért kurva szerethető a karakter. És rámegy úgymond a élete, tehát 20 vagy 30 éve rámegy erre, de ő akkor is bebizonyítja, hogy ő képes erre. Hiába megmondták az orvosok, hogy nem. Hiába megmondta az apja, hogy nem. Hiába megmondták a... Norvég síugrók. Hiába megmondták Norvég síugrók. Hiába megmondta a... Hiába megmondta... Hiába megmondták az angol... sportszövetségesek, ő akkor is megcsinálja és megvalósítja az álmát, amit kiskorában elmondta. Pontosan, és ez erről szól az a film. Na, még van ott még... Menj tovább, táborjelenet. Most hol vagyunk? Most elmegy Németországba. Igen. Jó. Táborba. Bemegy random az edzésre, mindent átlépve, leszarva, hogy ott mennek az emberkék. Mindegy, ezen már fel se akadtam. Repülő fiúval kezd. Ezen nem is szabad felakadni, bocsánat, mert amikor ezt látjuk, akkor körülbelül már 60 éve az olimpiai, tehát a síugrásnak nem voltak változtatva a szabály. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen nyílt edzés. Jó, tehát igen. Nyílt edzésre oda mentél, megnézted, hogy ott gyakorol valaki. Amúgy hirdetve volt a tévében is, hogy itt egy ilyen edzőtábor zajlik. Jó, de mindenki ott kívül áll, ő bemegy. Hát, mert ő olyan. Jó, hát ő olyan. Nem bunkó, aztán nem tudja, milyennek a súlya. Na, bemegy a repülőfiúval beszélni. Ez egy ilyen nagyon tehetséges, rekordokat döntögető olimpiai és tartó bajnok. Olimpiai bajnok, aki szarba se veszi, mert miért vegye senki a fiú számára, és ez majd a legvégén van ezzel kapcsolatban egy úgymond kisebb fordulat, vagy hogy ja, hát mondjam. Mégis igen. Tehát, hogy még egy autogramot se ad neki szegénynek, pedig hát, hogyha egy ilyen gyerek hozzád oda menne, akkor simán adná neki egy autogramot legalább. Igen, mai nap azért, mert mondjuk 47 kamera veszi az ilyeneket. Hát nem is azért, csak úgy emberségből inkább. Akkor megint kezdődik a grimasz, amikor végignéz a pályán, akkor már akkor jött fel, talán ez a gyermeki ártatlanságnak akar lenni a grimasza, de aztán... De akkor látott először síugró pályát. Nem, az nem az a grimasz volt. Az egy másfajta grimasz volt. Other kind of grimasz.
Nincs hol aludnia, nincs pénze, valahonnan szerzett mégis, meg kávékat iszik, és... Vagy hát meghívják nem, az étterembe. Vagy meghívják az étterembe, lényegtelen. Meg ott dolgozik. Nem, még nem. Bezár az üzlet. Este van. Aztán egyszer csak reggeli jelenet, egy kamrában van. A csaj, egy néni, Milf, kimegy összeszedni a kávét, amit este, vagy a csészéket, amiket este odaadott neki, utána megfordul, és ugyanazon, amin az ajtón bejött, megnézi, hogy miért van nyitva. Azon ment be, amin kijött, ezért nem értettem azt az egész jelenetet, utána lemegy a kamrába. Látja, hogy ott alszik, és a srác fölébred. Aztán a néni szinte rámászik, és azt mondja neki, hogy nem ő az első, aki a kamrájában alszik, és régebben vele lett volna. Ezt így konkrétan elmondja a gyereknek, a gyerek persze... Ezzel is bemutatva az, hogy a gyerek nem tudja fölmérni a helyzeteknek a súlyosságát, hogy egy idősebb nő gyakorlatilag ajánlatot tesz neki, és azért alhatsz majd itt a kamrába, majd, hogy itt nálam fogsz dolgozni. Tehát ez egy tök aranyos jelenet. És hogy... meglátogatja, ha szeretni. Igen. És erre mit mond? Mert nem kell edzeni. Igen. Ebből is bemutatják, hogy a gyerek nem érzi a helyzet súlyosságát, és hogy minden az edzés, mert ott akar lenni a kurva olimpián. Hát, én ezt így éltem meg ezt a jelenetet. Német MILF sztereotípját én azért leírtam a jegyzetbe, hogy ez így... Bajszos, ez egy hónap is. De nagyon-nagyon dekoratív csaj voltam, hogy ilyen 50-es és kurva jól nézett ki. 50-es, kurva jól, mindegy. 20. percben járunk, meg is néztem, mondom, Jézus Atya, Úristen, mi lesz itt még. Akkor kimegy az első 15 méteres, az a legkisebb sáncon. Egyszer lemegy, azt mondja, easy, jöjjön a következő. Tehát így semmi tudása, jó, semmi tudása, mert ott tud még síelni. Londonban tudod síelni, de hogyha egyszer lemész a 15 méteresen, akkor nem azt csinálod, hogy jó, akkor kövi. Egy, ami 40 méteres. Utána már 40 méteres jön. 40 méteresen olyat rektel, hogy ez jó volt nézni. És ezután persze sebeit nyalogatva segít neki a MILF, és látja, hogy ott vannak azért az edzők, norvég edzőről van szó, norvég edző, és mondja neki, hogy ha gondolja, akkor beszéljen vele. Bemegy a szaunába, ahol egyszer pöcsben van mindenki, és meg is edzi, hogy hello, egyszer pöcsben. Ezt így konkrétan kimondja a srác, és ott megmondja neki a norvég edző, hogy ezeket a gyerekek általában már 6 éves kortól elkezdik, tehát hogy mekkora... hátránya van a gyereknek, és nem is értik, hogy egyáltalán miért van ott. De ezt gyakorlatilag minden jelenetből ez érződik. Mindenki a pálya karbantartó, és mondja, hogy neked semmi keresni való nincs, mert nem akarom összeszedni a darabjaidat. Ez a norvégos messzejelet basszus. A skandináv részeken gyakorlatilag ugye a szamuna az egy bevett szokás, ugye leginkább a svédeknél. Fix messztelenül nyomják. Ez is gondolom egy olyan szokás lehet esetleg, mint a focistáknál a segrepacsi, vagy nem tudom, az amerikai focistáknál megrántani a sisakot. Az, hogy sportból szokásokat nem ismertek, az egy dolog, de vannak ilyen apró kis fasságok, vagy azért mondtam, hogy valaki ugyanabban az okniban játszik minden meccsen, valaki nem mossa ki az alsógatját, például a szumósok sem mossák ki a cuccait. A norvégoknál mesztelen szaunázás az egy ilyen csapatépítő tréning. Lehet, hogy nekünk Magyarországon ez majd, hogy nem undorító, nekik ez tök normális. És bemegy oda, és ő neki finge nincs semmiről. Hú, ti egy szápöcsbe vagytok? Nagyon konzervatív a gyerek, amellé, hogy nem százas, és nem mondjátok ki, hogy gyofatékos, mert már a pöcsöm ki van vele. De ez is azt mutatja meg, hogy semmi köze nincs ehhez a világhoz, ehhez a közeghez. Semmi. Folytasd. Na, itt meg tudjuk, hogy 22 éves a gyerek, mert elmondja. Ez is lényeges, szerintem, attól függetlenül, hogy milyen a elmeállapota. Azután bemegy egy boltba, ahol a MILF-nél szerzett pénzzel kicserélik neki a cuccaikat, vagy cuccait, úgymond a mi a szar az síléceket, valami emberibre, amivel használ is. Igen, amivel ugyanúgy összetöri majd magát. És jön visszafele. Ott van a pályán, és látja a hókotrót. Bemértem, 15 másodpercen keresztül csak azt látjuk, hogy egymásra néznek. Mert a hókotró van. A hókotró csávol meg ő. Ez is már egy ilyen miért... Húzzák ezt a szart. Tarbélás. Igen. Utána lemegy megint a 40-esen, mert nem sikerült lemenni egyszer sem 40-esen, hogy jöjjön a következő egyből. Ezért rektel folyamatosan, és jött egy Peter Griffin-es a kezem jelenet. Megvan, amikor elesik. Jó, majd megmutatom. Sok pótolni valóban. Akkor fogja a kezét, utólag kiderül, vagy elrepett, vagy eltört.
mindegy, belett kötözve végül, és... Akkor jön a... És jön buzisan, kínosan a lelkendezős farkas, nem, a lelkedben nézős farkas, Hugh Jackman, ancsi flaskával, pánkos, hegesztő szemüvegbe. Az repülő, az azért szemüveg. Ja nem, hegesztő nem, az tényleg utána cserélik ki izére pilóta szemüvegre. Ja, az mondjuk izda volt. Ilyen WTF moment, és kiderül, hogy ő egy 1968-as 68-as, benne van a könyvben, olimpiai sztár. Igen, 73-ban veszük fel a fonalat. Igen. Igazad van. 68-ban ő egy ilyen nagyon nagy siugró sztár volt, és kiderült, hogy azért rúgták ki úgymond a csapatból, mert túl... Sokat szexelt és piált. Ja, igen, túl sokat szexelt és piált, és nem odafigyelt. Szeretném engem is ezért rúgnának ki valahonnan. Kit? Szeretném, ha engem is ezért rúgnának ki valahonnan. Álmond. És nem koncentrált az edzésekre, és ezt a karaktert kapjuk, tehát egy kiégett... Hát egy ilyen szokásos ilyen edző karakter, aki megbukott, igen. És majd abban csillogtatja meg tudását, hogy egy ilyen szerencsétlen gyofatékost fölkarol, és majd őt a csúcsra mutatja, és a sportpályán is. Ekkor beugrottak az apuci szavai, hogy sokra vitte ez is. Ja. Jól megélt belőle, ez egy részegen hókotró egy sípályán. Németország kellős közepén. Amúgy nem tudjuk meg az edzőről, hogy milyen nemzetiségű, gondolom amerikai, de itt hozzá kell tenni, hogy ez kurvára fiktív karakter. Tehát ezt csak a film kedvéért írták hozzá, és kurvára működik. Mondjuk ez a tipikus. Gyanús volt, mert általában az ilyen szituknál edző, az mindig valami lecsúszott. Igen, szinte minden egyes esetben, és ez kurvára működött ez a karakter szerintem. Hát ja. Nekem CH mondta, hogy ez egy fiktív karakter, na már most ez is akkor egy ilyen pofonütés, hogy akkor minek rakják az elejére, hogy igaz történet alapján, akkor minden legyen igaz benne, vagy semmi ne legyen, akkor ennyi erővel írhatnának egy... De abból nem lesz izgi sztori. Így van. Tehát... Abból nem lesz filmképes, hogyha egy olyan sztorit akarsz leírni, ami szóról-szóra igaz és úgy történik. Így van, tehát például most a démonok közöttet vegyem elő, tehát most azt el tudod hinni, hogy abban... Démonok. se között nem. Ja. Csak embereket. Meg se a... Mindegy. Tehát, hogy ha most gondolod, ez teljesen így történt? Hát ajánlom nekik. Nem. Hát még egy gyofatékos, én még nem. Miért a Annabelle baba is teljesen másképp nézett jó, ki. Jó, de tehát. Ezek mások. Életrajz meg egy... Sokkal jobban tudsz azonosulni. Na, majd csinálunk egy ilyen adást, és akkor ott majd végigveszik ezeket, hogy miért olyan, miért ilyen is. Jó. Na, utána mondja a bácsi, hogy nézze meg, hogy jönnek le a 70 méteresről. Azt mondja, ő a második legjobb, olyat rektel, hogy ez. Ezután kapunk egy kocsma jelenetet. Ami... Verekedés lesz, és a Hugh Jackman megvédi a Edith biztos. Hát valami olyasmi. Wayne Alkesznak hívja, ami elmosolyogja magát, Hugh Jackman. Mert tényleg az. Ezután a norvég gyerekek elkezdik baszogatni, és ezért nekik akar menni. Tejet iszik állandóan az Edith, mert nem bírja az alkoholt. Mm. Igen, és azt mondja, hogy edzés előtt ő tejet iszik. Igen. És mindig tejet fog inni. Nem is látszik, hogy annyira gyerek még ez az ember, hiába 23-4 éves. Bunyózni akar a farkas, és mondja neki az edző, hogy a fiúk nem bunyóznak, én igen. Egy olyan undorító ütéssel, ami nem is ütésnek hívják, inkább csicska pofonnal, kiüti a részeg farkast, amit mondjuk részegen nem bunyóztam még, tehát nem tudok, hogy ez annyira korlátozná az embert. De ezután fel kell, és elviszi a norvég gyerekeknek az edzés helyére. Ez is egy visszatérő dolog, amikor lefosozik és leszarozik minden ott lévő edző cuccot, de attól függetlenül, hogy szarokat rajzol a táblára, amin tanultak a norvégok, elmondja a tanulásnak a folyamatát, és elmondja, hogy mire kell odafigyelni egy-egy ugrásnál. Itt is azt ismerhetjük, ez a Rockyból volt nekem ismerős, hogy még a Drago, ugye a Dolph Lundgrennek a karakter ilyen hiper-szuper modern körülmények között készül fel, és gyakorlatilag egy gépet csinálnak belőle, addig ez a kiégett edző, ugye előtte 20 évvel volt valamiféle bajnok, tök, mint a Rocky, gumiabroncsokat dobál, csirkék után szaladgál, farönköket haigál, meg pajtában készül fel, és gyakorlatilag ezt a metódust akarja a Edibe is beleverni gyakorlatilag, hogy neked nem kell a hiper-szuper, majd én a pajtámban majd megtanítok, hogy ez később jön, de itt van egy ilyen labda, és akkor tanuld meg, hogy milyen, amikor elrugaszkodsz. Nem kell neked rajzolni a táblára, nem kell neked a szögeket megtanulni, hogy milyen szögben legyen a lábad, hanem ilyen tök paraszt módon meg tudod ezt az egészet csinálni. Így van. Aztán mivel kiütötték, pólóba
bebaszva lemegy a 90 méteres sáncról. Az egy kurva jó jelenet. Ahol mindenki így mindenkinek leesik az álla, hogy ő azért erre is képes. Azt mondd, hogy milyen jelenet volt azért. Úgyhogy előtte a 40-esen meg pofára esett. Nem az Eddie, az edző, a Hugh Jackman. De a Hugh Jackman is pofára esett. Nem. Ő nem esett pofára. Azt mondta, hogy ő volt a második legjobb, aztán pofára esett. Nem, az egy norvég volt, gondolom. Igen, hogy nézd meg, hogy ugranak a 70-esről, a világ második legjobbja, leugrik és szalányos széttöri magát. Te a 40-esről még elégedjél meg. Fölmegy a 90-es sáncra. Igen, sötétbe, be van piálva, hallod? Fölül. Rágyújt egy cigire. Uh-huh. Ellöki, de kurva volt felvett, tehát itt indokolt volt a CGI-ben, nem úgy mondjuk a Justice League-ben, ellöki magát, oldalról egy ilyen tök jó zenével, így oldalról így belassítják az egészet, szív még egyet a cigibe, elpöcköli, aztán elrugaszkodik, és így látod, hogy esik le, és megcsinálja. Kiégettel részegen, és még a norvégok is, akik előtte ugye elküldték a picsába, jó voltál öreg. Na, az egy kurva jó lát volt. Ezt kurvára jeleztem, azt jelentett. Aztán srác másnap erődnek tejében, ilyen kényszer zubbonyszerűben lemegy 40 méteresen, és Jampinak érzi magát, aztán elmegy a 70-esre. Ezt sem értettem, hogy egyszer lemegy. Jó, egyszer sikerül neki. Ez olyan, mint hogyha befeküdnél a fekvenyomó alá, 10 kiló megy, 20 kiló megy, 30, 40, 50, és utána megcsinálom mindig egyszer. Ja igen, hogy egyszer sikerült, akkor következő igen, biztos első. Igen, egyszer sikerül, akkor mehet a következőre. Fölmegy a 70-esre, hát ez egy kicsi már parázik, ott volt ez a kép, amit mutattam igen. Körbe, és valakivel elkezd beszélgetni, és random megcsúszik, és lemegy. Persze, hát mindig... Kivel beszélget a 70-es sánc tetején? Ott kérdezik, hogy jól vagy? Ja. És akkor így segítsünk valamit, és csak így megcsúszik, és már megy. Hát ott már nincs kiszállás, akkor... Persze összetöri magát. De van meg. Kiszállás, de szó szerint. Fájdalmas. Összetöri magát, és kórházba kerül. Ez várható volt amúgy, tehát... Amíg még nincs fönt, meglátogatja Farkas. Nem tudom, hogy hívták a filmben, lényegtelen. A fiktív a karakter is, szóval a levét is lesz. Aztán... Olvas abból a könyvből, ami a gyereket úgymond megihlette, hogy legyen egy pillanata, egy ilyen olimpiai könyvről, akinek a szerzője, a Farkas volt edzője. És ott saját magáról olvas, hogy benne nagyon bízott az edző, de nem tudott odafigyelni, ezért kirúgta, és ez csalódott benne, meg minden, és ennek elolvasván úgymond megvilágosodik, hogy ő akkor ennek a srácnak segíteni fog. Reggel visszamegy, hogy közölje, hogy megtanítja landolni. Azért, hogy gondolom, ne törje össze magát. Igen, de nem segít neki semmibe, a landolást segíti. Ezzel kellett volna kezdeni, nem? Igen. És ez van, 43. perc van itt, és megállítottam, mert kiderült később a filmben, hogy itt már fél éve ott van a gyerek. És egyszer sem volt olyan jelenet, hogy a szülőkkel beszél. Nem tudom, engem ez így zavar. Kapásból úgy jött el otthon, hogy a szülők azt mondják, jó, hát akkor szevasz, nem érdekelsz. Hát jó, de az anyja nem. De lényegtelen azért fél éven keresztül, nehogy már ne beszélje valahogy. Nem volt lényeges a sztori szempontjából. Így van. Nem tudom, én azért... Hát túl reálisan nézed a filmeket. Legyen az én bajom. Na, utána Sufni tuningolt helyen játszódik a következő jelenet, ami nagyon kiégetett. Próbálja tanítani. És nem megy neki, és akkor azt mondja, hogy ki a kedvenc színésznője? Bóderek. Azt már nem figyeltem, hogy kicsoda, és mondja, hogy ez pont ugyanazokat az izmokat kell használni, mint amikor szeretkezik vele. Hát azt mondhatja szerintem a sávónak. És így most random belegondoltam, na, hogyha ezt valaki készpénznek veszi, akkor folyamatosan azt látnánk, hogy minden siugró áll, mint a cövek, és látjuk lelassítva képeken, ahogy tetrekészen ugrálnak. A következőt ezt kiemeltem, és szó szerint ez van benne a filmben, mert a szexben átjár ugyanaz a kellemes lüktetés, ha jól csinálod. Szünet, a szexben csak egy dolog van, amiből kiderül, hogy jól csinálod-e. Itt már gondolkoztam azon, hogy megállítom a filmet, és kiverem. És nem a balhét. És akkor elkezd bólogatni, és kérdezi, hogy ugye? És akkor gondoltam, hogy egy 22 éves gyerek, még hogyha nem teljesen tiszta, valamit fog mondani, ami ki fog engem offolni. És azt mondja, hogy ja, ha elalszom. Itt megállítottam a filmet, a következő jelenet... De hogy volt ez pontosan? Biztos elalszom? Az egész? Mert a szexben átjár ugyanaz a kellemes lüktetés, ha jól csinálod. A szexben csak egy dolog van, amiből kiderül, hogy jól csinálod-e, ugye?
hajlalszom. És itt megállítottam a filmet, a következő 10 másodperc... Várj, erre megmondja a vállát, hogy Hugh Jackman. Nem, várj. Ez lényeges pont, mert itt megállítottam, és azt mondtam, hogy jó, akkor most benyomom a Batman Arkham Origins-t, és muszáj ezzel játszom egy órát, mert ez nagyon kioffkod. Két percig meredtem, és gondolkodtam azon... Gondolkodtam azon, hogy ez a film, ez ekkora sutyónak akarja beállítani ezt a gyereket. Az! De, bazd meg, ilyet nem! Ilyen milfes, rámászós, szexes puziságokat mondani egy életrajzi filmben, már ez... Én fognám a rendezőt is pofán vágnám, ezután nem is gondolkozok azon, hogy vajon Hugh Jackman miért nem akar többet filmekben szerepelni, mert most itt kioffolta magát. És utána visszatértem hajnali 3 körül a filmhez, jó, akkor folytassuk. Amikor már kibetmeneztem magamat, az utána lévő 10 másodpercben sosem fogom elfelejteni, ahogy orgazmusos hangokat adott ki Hugh Jackman. Hogy tanúsítsa, hogy mi a lényeges, hogy jól csinálja. Akkor már azt mondtam, nincs hogy tök mindegy, már feladom, most már muszáj megnéznem, mert másnap fölveszük, most már muszáj lesz. Várjál, tehát ugrottál már 70 méteres sáncról? Igen. Jó, nincs több kérdésem. Utána megint kocintanak tejjel, és elmegy egy megbeszélésre a gyerek. Kiderül, hogy... Visszahívják Londonba, igen, hogy közöljék vele, hogy 60 métert kell megugrania ahhoz, hogy kimenjen az olimpiára. Nem, ez úgy volt, hogy ugorhat, ha van bejegyzett eredménye a 70 méteres sáncon, akkor kimehet az olimpiára. Majd ezt a 30 vagy 40 métert megugorja, úgy van, hogy kimehet az olimpiára, majd kitalálja a brit olimpiai szövetség, hogy ne haragudjál, azért van egy minimum, és ez a minimum legyen 61 méter, életében nem ugrott annyit a gyerek. Ha ezt teljesíti, akkor bizony mehet az olimpiára. És ugye itt már van egy törés az egészben, hogy akkor nem fog kimenni az olimpiára, ezért hazamegy. Uh-huh. Nem. Ez később van? Hát jó, mert még itt írtam hozzá, hogy ez is szerintem a szerep, nem is tudom ki játsza. Az a gyerek játsza? Az. Uh-huh. Akkor hogy hívják? Taron Egerton. Jó, Taron Egerton szerintem túljátszotta ezt a szerepet, mert megint annyira... Fogyin állította be a csávot, de legalább ez volt az első férfias megnyilvánulása, hogy ő igenis ki akar menni, és mi van akkor, hogyha eléri azt a 60 métert, és igenis el fogja érni azt a 60 métert, hogy kimehessen az olimpiára. Ezután hazakerül, ekkor már tudtam, hogy akkor legalább élnek a szülei, és azt mondja neki a farkas, hogyha szerez pénzt és kocsit, akkor vele tart, és kimennek a... próbára. Mert ez még csak a próba, nem az olimpia. Igen, kvalifikálnia kell magát az olimpiára valahogy. Ezután az apja azt mondja, hogy kezdjek lettelni. Megint kapjuk az apjának. Nem változott olyan kispolgári, mint előtte. Tipikus hozzáállását. Erre azt mondja, hogy jó, hát akkor GTA-ba ellopja a kocsit, és elmegy vele Németországba. A kocsival, Londonból. Át lehet menni. Ja, simán vize. Mert ott van az egy csalagút, át lehet menni. Igen? Tényleg? Persze. Van egy ilyen alagút Anglia és Franciaország között, nem? Ha. Van egy tenger. Nem rossz. Ma is tanultál. Pár óra alatt oda lehet érni. Utána elmegy Németországba. Meg elvitte a család összes spórolt pénzét, amivel autókat. Igen, de az anyja segítségére. Persze, hát természetesen az anyja hisz benne. Az apja meg mindig húzza vissza. Utána? Kimenek a kvalifikációra. Utána elmegy Németország, nem. Meg elmegy Németországba még tanulni. Most nagyon rágyúrnak arra, hogy meglegyen a elegendő. Igen. Ezután... ugyanazokat a sufni tuningolt eszközöket mutatja be a pajtában, amire azt mondta a Hugh Jackman, hogy egy kalapszart se ér. Tök jó montázs keretein belül amúgy. Jó, ez jó, csak hogy fönnakadtam a dolgokon. Kimennek a gyakorló térre, megugrja a 41 métert, utána megugrja a 49 métert, és utána... Erre mondják azt, ugye? Hogy ez nem elég. Nem. Nem az van, hanem az van, hogy itt megugorja 61 métert. Igen. És azt mondták, hogy ezek voltak a próbaugrások, és most jön az éles. Aha. És az éles ugrás pedig elcseszi, persze, mert miért lenne jó neki, és utána irány haza. Akkor egy ilyen nagy törés következik, ami... Hogyan gyárom, hogy hazad gyárom? Hát másodszorra. És utána az jön, hogy végül megadják neki a 61 métert, mert elfogadják, a bírók jó fejek voltak, és akkor jön az, hogy visszamegy megint Németországba. Nem, utána még elmegy az olimpiai szövetséghez, hogy hiába adták meg a 61 métert, vagy a 49-et, valamennyit, de nem képviselti a Nagy-Britanniát, mert hogy
milyen színben tüntetné fel az egész tévében készülő csapatot, az ő formáját, ő maga. Jó, és akkor látunk egy karakterfejlődést, annyira nem figyeltem, látunk egy karakterfejlődést az úgymond edzője szempontjából, igazából nem is edző, csak egy lecsúszott volt bajnok, hogy akkor ő is meg akar változni, folyamatosan a könyveknek nézi a technikáját, hogy mit tudjon tanítani a gyereknek, és ő azt akarja, hogy még 4 évig edzenek, hogy ki tudja küldeni. De megvan az eredmény, de mondta, hogy most már megvan, hiába mehetni az olimpiára, inkább feküdjünk rá még 4 évig. Uh-huh. És azt mondja a gyerek, hogy nem, lófasz tudása, ki akar menni a 88-as kanadai Calgary olimpiára. Olimpiára. De ez kurvára érthető, mert ő nem olimpiai medált akar nyerni. Ott akar lenni az olimpián, ő küzdeni akar az hazájáért, az országért. Ez nem elég motiváció, bazd meg? Hát ja, végül ide. Jó, oké, kimennek, majd ugye ott a brit térjompéllel készülő csapat, ugye ott beállítják, hogy milyen jó fejek vagyunk, aztán még elkezdik szopatni a gyereket. Leitatják, aztán ugye lekésülje a ceremóniát, ugye itt ünnepséget, majd azért megfeni a olimpiai bizottság főnöke, hogy ez megint mi volt. És akkor tiéd a szó. Arra eltévedtem. Ja igen, jó, lófasz tudással kimegy. Akkor kapunk egy jelenetet, ahol bajusza van. Hát nő a bajusza, hát miért neked nem nő? Hát de nem csak a bajusza. De így nézett ki az életben. Jó, hát rendben, csak hogy nem tudom, már a karakterreli bajom voltak, már mindennel bajom volt, hát már hajnal volt. És megszivatják persze, mint mondta CH, hogy lekési a ceremóniát, hasmenésre hivatkozik, hogy az volt a baja, majd utána 70 méteres ugrás következik. Ez már az olimpián van, ez már élesbe megy, leugrik, igen. Landol, ami meglepődtem, hogy végre sikerült neki, és akkor értette meg 1 óra 15 percnél a filmet, hogy a gyerek az csak kint akart lenni, hogy képviseltesse magát, őnek nem az volt a lényeg, hogy elérjen valamit, csak hogy ott legyen. És persze nagyon örül neki, hogy leérkezett, és hogy megugrott azt a szintet, amit meg akart ugrani. Brit csúcsot döntött 1929 óta, és ez kurva nagy szó. Ha a saját országodon belül te vagy a legjobb. Jó, de... Mi egy világversenyen. Saját Wikipedia cikke azóta. Igen. Jó, de hogyha belegondolsz, akkor ő volt az első? Nem, ő 29 óta volt az első. De 29 óta milyen balfaszok lettek a gyerekek? Nem, 29 óta nem... Nem volt sírő műugró. Na hát, hogyha nem volt, akkor ő volt az első? 29 óta? Igen. Hát jó, 29 óta. Igen. Előtte voltak? Jó, hát de mindenki ilyen 110 métereket ugrott. Azért mondom, hogy... Ő volt a full utolsó, tehát ilyen ugye igen, méterekben igen. Legalább ilyen 40-50 pontokban, 30-40-50 pontokkal elmaradt az utolsó előttitől. És nem tudom, utána olvastál le, emiatt a csávó miatt új szabályt kellett hozni az olimpiába, eddig a sas szabálynak, hogy kell lenni egy bizonyos százaléknak, egy bizonyos pontotán, egy bizonyos méternek, amit meg kell tenned, vagy meg kell tenned ahhoz, hogy te kiussál az olimpiát. Nem lehet, hogy 61 méterekkel kijutni az olimpiákra. Na, tehát miatt egy új szabályt hoztak. Pontosan azért, hogy ne legyen az, hogy amatőrök, idézős amatőrök is tudjanak indulni az olimpián. Ezt 90-ben vezették be ezt a szabályt. És igazából ennyi? Mert hogy jó persze. Nem, ez ugye egy első felemelkedett pillanat volt, amikor brit csúcsot ugrott, és gyakorlatilag ott elkezdett már ott szambázni, ugye ebből az eddig a sas, mert a sas szár csapásokra hajozó mozdulatokat csinált, illetve ott ünnepeltette magát, és mindenkinek kurva szimpatikus volt. Tehát lehetett látni, hogy szerencsétlen gyerek ide kiette a fene, azt se tudja, csak mutogatok így random. És imádták, és amúgy a média kurvára imádta ezt a csávót. Jó, és ez volt a legnagyobb pozitívum. És akkor utána elkezdték az újságírók folyamatosan baszogatni, meg sztárolni, hogy te mit csinálsz itt, hogy vagy itt, meg hogy állítólag Londonban. Igen, állítólag szeretőd van Londonban, tehát nagyon fölkapta a média ezt a csávót. Igen, mindenki felkapta, meg ajánlták azt, hogy áll ehhez hozzá, hogy neki csak az a lényeg, hogy kint legyen, igen. De akkor ön egy törés benne, amit a úgymond edzője mondja, aki rá akar gyúrni, hogy valamit elérjen, a szám, vagy ami neki fontos, elérjen valamit. Az edző nem is ment vele Kanadába. És nem ment vele, mert neki az volt a fontosabb, hogy inkább edzenek, és mondta, hogy akkor ne számítson rá, hogyha elmegy, de mondja neki, hogy egy bohóc vagy csak számukra. Uh-huh. És ekkor elgondolkodik, megint jön egy grimaszos rész, és az jön, hogy kint ül, és nézi a 90 méterest, elgondolkodván, hogy ez akkor hogy is lesz. Meg hogy egyáltalán lemenjen-e, mert nem arról volt szó, hogy alapjáraton le fog menni a 90-esen. Igen, mert ugye azon nem engedték. Igen. És akkor jön egy megható beszéd,
amikor de, már... De ő nem akart menni, nem? Mert ugye utána a sajtótájékoztató meg azt mondja, hogy akkor úgy döntött, hogy mégis ugrok a 90 méter, és ez nekem sem volt tiszt, hogy nem engedik, vagy nem akar. Nekem se, de ilyenkor jön egy úgymond megható beszéd irán, vagy tőle, mert összehívott egy sajtókonferenciát, és elmondja, hogy attól függetlenül, hogy ő ennek nagyon örült, neki ez komoly dolog, és ő neki ez nagyon fontos, és azt akarja, hogy elérjen eredményeket, és neki ez számít, tehát nem viccből van ott alapjáraton, és utána megjelenik a farkas, végre valaki beszól a bajusznak, ezt nek örültem, hogy mégis hogy néz ki, és ezután másnap jön a 90 méteres, ami hát valljuk be, egyszer sem ment le a gyerekekkora nagyon. Tehát, igen, ez lesz a fő próba. Igen. És akkor úton fölfelé találkozik megint a repülőfiúval, és ekkor Kárpótól a fele hülyességére a film, a vele lefolytatott beszédjével, ahol elismerve közli vele a repülőfiú, hogy ők ugyanúgy Finn, néz... Repülőfinn. Nem, fiú. Repülő, kész. Szőke Herceg közli vele, hogy ők valójában ugyanúgy néznek ki, mint az órán a 11 és az 1-es mutató, ugyanannyira vannak egymástól, de mégis távolabb a többiektől, mert ők ezt örömből csinálják, azért csinálják, mert nekik ez az örömet szemben, okoz, igen. És nekik ez a célja. Várj, és így sértetted meg a szex és a 70 méteres sáncs közti párhuzamot? Tehát, hogy az adrenalin, ami akkor keletkezik, amikor mind a kettőt csinálod, az kurvára közel van az euforikus állapot egymáshoz. És azt kell átérezned, azt az erőt és azt a szenvedélyt kell átvinned az ugrásba. Célhaladtuk a 70 méteres sáncoknak a szagját. Mint magába a szexbe. Nem érted? De én értem, de ezen a gyereken nem látszott semmilyen adrenalin. Mert soha nem szexelt, mert soha nem ugrott 70 méter sáncon, nem lehet. Nincs összehasonlítási alap, úgy nehéz. Igen, ez nincs összehasonlítás. Utána elmondja, inkább ez volt a lényege a filmnek, és a lényeges mondata, hogy ami őket boldoggá teszi, az a lényeg, és hogyha mindent beleadnak, az sem baj, hogyha utolsóak lesznek. Igen. Ez volt a lényeg. Ez sportszemmelét, gyakorlatilag, ha kimész, kikapsz 20-0-ra a Real Madridtól, akkor is mondjuk a Bajnokok Ligájába szerepeltél, és ott voltál, és megmutattad. Ezután leugrik, nagyon szép ugrást végez, attól függetlenül, hogy 71,5 métert ugrik. De nem is ez a lényeg, hanem hogy sikerül leérkeznie. Hogy érkezik le, mert majdnem elesett, de mégiscsak visszahúzza magát. Igen. És... Az kicsit mondjuk olyan... Igen, ez már lehetetlennek tűnt, de ez kellett ebbe a filmbe. Elsütik a poént, hogy a sas leszállt, és akkor mindenki örül. Mert még jobban megjavított a saját és az olimpiai rekordot. Igen, fölállított egy újabb csúcsot, itt már a 90 méteresen a britek közül, igen? Mondhatni. És akkor büszke rá az edző is, meg mindenki. Jön egy, megint egy meghatározó jelenet, amikor bent vannak a... Ül a busz meg. Nem. Bent vannak az öltözőbe, és a farkas volt edzője bejön, hogy elismeréssel... és oda, vagy nem is elismeréssel, hanem együttérzéssel mondja, hogy sajnálja, hogy tévedett, és gratulál végülis neki. És gratulál a gyereknek. Ezután hazamennek, és az egész brit nemzet, vagy városa, vagy hogy mondjam, büszke rá, és éltetik. Hát, és örömmel fogadják, meleg fogadtatásban vesz részt, és végül egy könyvet dedikál, az adott évben kiadott. Edikál. Mindig. Nicole Kidman. Megkapta a pillanatát az olimpiai igen, könyvben. Igen, egy kisgyereknek aláírja a könyvét, amiben már az ő pillanata van. És Endoktor. És utána megnéztem, vagy utána mutattam képeket a csávóról, és tényleg ilyen. Na ugye, hát akkor mi vagy képben? Mi vagy volt ez a film? Ez egy kurva jó film volt. Kurva aranyos. Bemutatta a törekvést. Bemutatta az emberi, a szenvedélyt, hogy egy ember hogy miért akar kijutni az olimpiára, hogy hogy viszi véghez saját erőből ezt az egészet. Igen, ez így volt, csak ez a köntös nem tetszett. Az alapkoncepció tetszett, ez nem tetszett. A felépítése nem tetszett. Van még ez a 15 másodperces hókotróbámulás, meg ilyen? Nem, az, hogy Rage-el nem kellett, és játszom a Batman-nel. Jó volt. Na. Úgyhogy ennyi. Azért köszönöm a filmet. Tanulságosnak, én hogyha nagyon lerövidítem egy mondatban, akkor megérte. Uh-huh. Akkor nem értem a 40 perces szavazást. Azért, mert hogyha keretben nézzük, akkor tetszett.
De a megoldás az valahogy nem. A megvalósítás. Az sem. Ugye azt hittem, azt akarom mondani. Én köszönöm szépen ezt a filmet, mert nekem ez kurvá tetszett. Én meg majd különbözőek vagyunk, valakinek tetszik, valakinek. Nem hittem volna, hogy ennyire nem fog, idézőjelben nem fog tetszeni, meg kiakadsz én dolgokon. Nem, azért kiállítottam, hogy nem hittem volna, hogy ennyi apróságon ki fogsz égni, amin én folyamatosan mosolyogtam, se én tudtam kezelni. Hát akkor ennyit az Eddi a Sasó, azért mindenféleképpen nézzétek meg, mert szerintem... Eddig erről beszéltünk a legtöbbet. Kihagyhatatlan. Ja. De csak a DLK beszélt, hogy jó. Elkezdtünk az este fénypontjához. Milyen megfontoltam, hogy nem kiszállt a szállani sehozás után? Redfield ajánlotta nekem a Franklin című filmet, és nekem szerencsém volt Ádámmal karölt megnézni, és azt hiszem DLK is pótolta. Igen, megnéztem. Előre is elnézést kérek mindenkitől, aki esetleg még megnézte, mert tudok róla... Ez egy jó film, tehát... Mi van? Bam-bam-bam! Erre nem unexpected twist, erre nem számítottam, tehát aki azt hittem, hogy tetszeni fog, annak nem tetszett. A jó film ismérve nálam, mint például Londonnál, hogy hosszú idő után is tudjál rajta gondolkodni, több megnézésre is tudjon újat mutatni, és a legfontosabb elgondolkodjál rajta. Amerikai História X, a Schindler listája után is... Hosszú-hosszú percekig bámultam magam elé. Hadd lássam én is, mi nevettek. Nagy be profilképnek, bazdmeg. Szóval, Schindler és te a 12 dős ember után is átértékeltem a filmet. Jó, azért mondjuk, azt még én is elismerem, hogy én meg tudom érteni, akinek nem tetszik ez a film, mert ez egy első filmes Gerard... Butler. Meg kell néznem, basztus, hogy... vizuális effektekért felelős csávot. Gerard úgy hívják, és ha nem, úgy emlékszem, nem is mikor én ezt meg szoktam nézni ezt a filmet, mindig utána nézek, hogy van-e új filmje a csávonok, hogy megnézek, és nem láttam, mikor legutoljára és nézzem. Akkor megnyugszik a szíved. Nem, egyébként, mert kíváncsi lennék, mert az egyik hallgatónkkal, hogy beszélgettem erről a filmről, ő mondta, hogy mint első filmes, neki igazából simán egy jó film. Hát bazdmeg, ha ezt a Christopher Nolannek a neve lenne a stábista végén, akkor ezt a filmet, ez gyakorlatilag IMDb, IMDb top 10-ben lenne. De nem, szerintem egy több filmmel rendelkező rendezőnek, szóval ezt mondta a hallgatónk, hogy több filmmel rendelkező rendezőnek viszont nem tenné ki az ablakba szerintem, mert csordogál, mint egy pattak ez a film, de kicsit. De igazából mondja te a véleményed, aztán majd én is elmondom. Ne. Ugye ezt a gondolatot szerettem volna befejezni, hogy gyakorlatilag a film elgondolkodhatott minket Ádámmal, és hosszú percekkel a filmek után is így néztük egymásra, hogy hova tegyük ezt a filmet, mert egyszerűen nem találtuk a megoldást. De én ugye megmondtam meg múlt héten is szerintem, hogy ez igazából három különböző szálon folyik. Ez így igaz. Igazából mindegyik szál egy más műfajt képvisel, mondjuk úgy. Négy. Négy, de igazából az, jó, most spoilereztünk, mert eddig is... Mindenki látta közünk. Franklin, nézzétek meg! 2008-as. 2008-as film. Pszicho, fantasy, thriller, nem tudom, mit mondjak róla. Olyan kicsit ilyen steampunkos jellege van. És az mondjuk látszik, hogy a vizuális effektek azok... Az nagyon ott voltak, gyönyörű volt. A steampunkos része, a Meanwhile City-ben játszódó jelentek, azok egyszerűen fenomenálisak voltak. Sokszor, mint ugye egy színpadon játszódó jelentet volna, például volt a tetőn az ominózus jelent, amikor elfogják az egyik főhősünket, Priest-ot, Jonathan Priest-ot. John Priest. Priest, az mint hogy egy színházban játszott volna, az tök jó volt. Meg amikor hogy bámul ki az ablakon a városra. Igen. Tehát nagyon, mint festmény, az olyan, mint a Tim Burton és Batman, ott is ilyen festmények voltak, és nekem mindig az jutott róla. Szenzációs amúgy a vizuális, tehát a világ ennek a filmnek. Ez csak az egyharmada a filmnek, tehát viszont... Egynegyede. De jó, mondjuk akkor most mondjuk ki, az egyik száz konkrétan kapcsolódik, két száz összekapcsolódik, totálisan. Totálisan, igen. De a végén mind a négy száz. Persze, de az egyik az szorosan hozzá kapcsolódik, ugye a másikhoz, ugye a... Igen. Hogy hívják a csávót? A... Theoden királyt? A Eszernek hívják, nem, az a vezeték neve, nem tudom, hogy milyen ez. De kiről beszélsz? Igen, az idős. Ő nem pap, ő egy templomban gondnok. Gondnok, igen, és iszonyat hívő, ugye, minden, hogyha bármi rossz történik az életébe, ő azt reagálja rá, hogy az Isten akarata volt, hogy igen, a gyerek is meghalt. Igen, és ez hozzákötődik ugye a másik szálhoz is totálisan, és ott megértett, hogy mondjuk a Jonathan Priest az miért, ő az egyetlen ateista az egész Midway City-ben, mert egyszerűen megveti a vallást, mert úgy gondolja, hogy akkor nem az övé az irányítás, és ezért... Ugyanis Midway City-ben
kötelező a vallás. Akkor mondjátok. Az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mindent átok adni ebből a filmből. Akkor én mondjam el? Csak annyit akartam hozzá, hogy Mean Vice City-ben kötelező legyen vallás. Tök mindegy, hogyha a reggeli körömvágás vallását gyakorlod. Mosógép. Vagy a mosógép használat utasítását gyakorlod, mint vallás. Vagy gyakorlatilag bármilyen vallásod lehet, amit te kitalálsz, vagy bármilyen csatlakozhatsz. Na szóval. A szinopszis. Csak hogy igazán muszáj elmondani, mert összezavarunk mindenkit, hogyha nem mondjuk el az elején. Ez mindenkit össze fog zavarni, ha megnézi a filmet. Négy szálon fut a sztori. És két helyszínünk van. Igen. Az egyik egy futurisztikus steampunk világba játszódó városban, Mean Vice City-be, azaz magyar köztes város. Magyar fordításban köztes város, de igazából közben város, megmondanám. Mi alatt város. Igen, mert mi van az időben közben. Ez alatt közben, azt jelenti. Meg a magyar fordításban, mint hogy a térben. Igen. Tehát az kicsit megkavart. Szóval Mean Vice City, ez a gótikus metropolis, amik mindenhol a vallás irányít, ugye, amit előbb elmondtál. Minden sarkon. Igen, konkrétan. És az a kötelező, hogy mindenféleképp legyen vallásod, mert igazából, hát a priest, ugye, van ez a főhősünk ebben a városban, aki egy ilyen maszkos, ilyen magánnyomozó, és nyomoz egy szekta után. Őt viszont keresik a hatóságok, a minisztérium privékjei. Privékjei, igen. Azt én is kiszúrtam, hogy itt is megjelent. Azért, mert neki nincs vallása. Igen, mert ő nem tűri az irányítást. És igen. Egyébként milyen jó monológiai vannak a vallásról. Hogy a... Igen, csak többszöri megnézés után tudom ezeket megemészteni, mert így elsőre elmondja, kurva jó hangzik, de két másodpercben nem emlékszek rá. Hogy a vallást a közönséges népek igaznak tartják, a bölcsek hamisnak, a vezetők meg hasznosnak. Mert ugye gondolom, te többször láttad ezt a filmet. Nem hiszik el, mert tudják, hogy amit a közönséges népek elhiszik, a bölcsek tudják, hogy irányítanak ennek, és a vezetők meg irányítanak igen. vele. És hogy az Isten, hogyha képes megakadályozni a rossz, érted, hogyha... Hogy van? Közhelyekben gazdag film ez amúgy. És a közhelyeknek az a mutatóság, hogy megállják a helyüket. De ez nem feltétlenül, még csak közhelynek sem mondanám, mert ilyen gondolatokat én még előtte soha nem gondolkoztam. Jó, igen, rávilágít alapigazságokra, de nem... De iszonyat jól mondja ki, érted? A módja, amivel közli ezt veled, szerintem az kurva jó. Ebben igazad van, abszolút. És akkor ott van, tehát tényleg ezek a monologizálások a vallásról, amit a priest nyom, hát az nekem iszonyatosan tetszett. Na, akkor ez a Mean Vice City is szál. Igen, és akkor... egy szereplőnk megvan, még maradt három. Ez a másik három a jelenkor Londonjában játszódik. Igen. Vegyem át a szót. Valaki, de te nézted. Látjuk a... Hogy hívták? Milo, ugye? Milo-nak hívják az egyik srácot, aki gyakorlatilag... Ott hagyják az oltárnál. Igen, őt ott hagyják az oltárnál, és gyakorlatilag... Tulajdonképpen? Tulajdonképpen az ő szenvedését nézhetjük végig. Viszonyatosan szerelmi bánata van, nem találja a helyét, és ekkor találkozik gyerekkori nagy barátjával, szerelmével. Hát először csak látni véri az utcán, igen. És követi. Majd utána ténylegesen összetalálkozik vele egy óvodának az udvarán, ahol ő nevelőnőként dolgozik, majd elmennek meginni egy kávét, és randit kér tőle ez az ifjú Milo, és úgy gondolja, hogy ez a szerelmi bánatából ki tudja rángatni. Aztán ugye itt is jön egy csavar. Hogy elmegy az édesanyjához, és elúságolja neki ezt a nagyszerű hírt. Majd közül az édesanyja, hogy hát ez a... Én nem mutat neki egy fotóalbumot, hogy... Hát igen, így akar. Mutat neki családi képeket, hogy itt, és akkor még kérdezi, majd mit kéne látni? Hát ezeken a képeken 9 éves korodban ugyanúgy ott szerepelt Sally, mert hogy igazából ő nem létezik. Egy képzelt barátja volt, aki akkor jött elő, amikor az apja meghalt, és az ilyen nehéz helyzetekben elővette ezt a képzelt barátját, és ezáltal, az ő személye által, amit ő kitalált, próbálta megoldani a problémákat, hogy átvészel a nehéz időket. Itt is a hitről van szó, mint alaptémáról, mert, és ezt el is mondja maga a Sally a végén, hogyha erre átkötetek, hogyha valamit nagyon elhiszel, és nagyon benne vagy, ki mondja meg, hogy az igaz, vagy nem? Igen, senki. Pontosan. Meg és a Prisznek is van egy ilyen mondata, hogy ha nagyon elveszed, vagy bármit el tudsz hinni, és bármivel képes. De ez is tök jó igazság. Van az Emilia még. Emilia, ő... Na az ő szállát, amit totálisan, tehát meg tudom érteni, mert valamit tudok, de egyszerűen az olyan szinte művészfilmes az egész, hogy veszi fel a kis videóit, és így... A milyen videóit? Gyakorlatilag egy iskolai projekthez gyárt olyan videókat, amikor havonta egyszer, majdnem rendszeressége öngyilkosságot kísérel meg, amit dokumentál, ugye előtte fölhívja a megfelelő szervezeteket, szerveket. Kijön a UNICEF, azt igen, beviszik a kórházba, ugye túlőri,
majd ugye ezt dokumentálja, és akkor ezt leadja egy iskolai nyilatkoz, azért csinálja a tanárai, illetve az édesanyja, akivel baromi rossz a viszonya, mert ugye ott is az édesapját ugye elhagyták, ők hagyták az édesapját, figyeljenek erre a lányra. Ez a másik szál. Igen, de neki volt még egy másik projektje is, ugye erről nem szól, hogy majd egyszer a tanár megemlíti, hogy idegen embereket figyelt. Ja, viszont egyszer lebukott, mégpedig azért észrevett, és paróka volt rajta, mégpedig vörös, ami viszont azonos a Sallynek a hajszínével. Tehát... És amúgy a filmben a képzelt Sallyt, illetve ezt az Emiliát, Emilia Clark, azt mondom, úgy hívják a színésznőt, ő játsza. Ez ahogy nagyon megzavar a filmben. És egyébként én ezt elsőre nem is vettem észre, tehát nagyon jó el van megvan csinálni. Én elsőre nekem nem tűnt. Pont ugyanúgy néz ki. Ahogy megláttuk, pont ugyanúgy néz ki. Ez az a csaj. És egyébként itt simán át lehetett kötni arra, hogy valószínűleg ugye meglátta őt a Milo egyszer is. És ehhez a felnőttkori arcát, a gyerekkori barátnőt, ehhez eddig rendben van a film amúgy. Mondjuk ez már mondjuk így erősen a háromnegyed a filmnek, míg így eljutunk mindegyik szába, de igen. A harmadik szál. Még a Jonathan Pryce-nek sem bontottuk ki teljesen, de az nem véletlen, úgyis jön a negyedik szál. Igen, ott Theoden király a gyűrűk ura trilógiából. Mr. S-szel, nem tudom mi a rendes neve, csak mindegy. Ő nyomoz az eltűnt. Eltűnt fia után, akiről nem tudni, hogy először, hogy tulajdonképpen mi is a baja. Vagy... Meg hogy tűnt el, meg most mikor tűnt el. De vidékről följön, hogy találkoztasson, kiengedik valahonnan a fiát, igen. Viszont mire fölér, és mire menne a fiáért, addigra kiderül, hogy a fia eltűnt. Igen. És hogy nem találják senki, és akkor... És elkezdik keresni a város különböző pontjain. Intézetekben, kórházban, ugye olyan hivatalban, ilyen közszolgálati, mondjátok, amilyenek a neve. Hajléktalan helyeken. Ilyen helyeken kezdi el keresni a és fiát. És így most nem tudom, ezt valaki segítsen összemosni ezt a szállat, ezt a kettőt, hogy... Nehéz összefésülni, mert a Jonathan Pryce-nek a szála, meg ennek az SR-nek a szála, mert ugyanis úgy van, hogy szép lassan kiderül ugye a Priestnél, hogy ő nyomozott egy Ikerház nevű szekta után, ahol egy bizonyos egyén nevezetű őrült szektavezető megölt egy kislányt. 11 éves fiatal lányt, és ezért meg akarja büntetni. Viszont őt közben elkapja a hatóság, és bezárja évekre. Négy évre bezárja a Priestet, és kiengedik őt. Viszont valami csípet akarnak beleültetni, talán valami, de is megszökik, miatt ez megtörténne, és elkezd nyomozni tovább így törvényen kívül. Minvice City-be. Minvice City, törvényen kívül így az egyén után, hogy a nyomára bukkadjon, és szép lassan össze is köti a szálakat, és rá is bukkadjon, illetve hagy neki egy üzenetet, hogy hol talál. Van egy összekötő, a Viperal nevű összekötő, akinek hagy egy konkrét üzenetet, hogy az egyén találja meg őt. Ekközben, igen. Az a baj, hogy itt ezen a ponton, amikor már így a négy szál így kezd nagyon... De igen, és az a durva, igen, hogy... Nagyon közel elég. Mondhatnám, hogy az SR-nél, az öregnél bontakozik ki ez az egész priestes dolog, de valójában az Emiliáéknál is, mikor viszi be az Emiliát kórházban, ott is lehet látni, hogy tulajdonképpen jó pár szereplő visszaköszön Minvice City-ből a jelenkori Londonba is. És... Igen, tehát így, az a baj, hogy erről annyira azért nehéz beszélni, mert ezt látni kell. Tehát erről nem lehet így konkrétan beszélni. Látni kell ezt a filmet, hogy megértsd. És most mondom, hogy én elkövettem azt a kurva nagy hibát, hogy én először utána olvastam a filmet, én megnéztem, és tudtam, hogy mi a vége. Tudtam, hogy mire fog ki. Ez nagyon gáz. És még így is kurvára tetszett. Neked is tetszett? Jó, de majd ott elérünk, akkor ugye majd elmondom, hogy nekem mi tetszett a legjobban. Na most akkor beszéljünk az elefántról a hűtőből? Megint? Beszéltünk végül is, csak baromi nehéz. Igen. Baromi nehéz össze. Tehát, hogyha meg akarjátok nézni, akkor most ugorjatok legalább egy, nem tudom, az utolsó 5-10 perc talán, esetleg. Körülbelül, nem tudom, meddig fog tartani. De szerintem ez jobb, hogyha ezt tanácsoljuk, nem? Mert hogyha esetleg van, mert akkor viszont a film a lényegét veszíti el. Ezt látni kell, és én, aki hallgatóval beszéltem, aki azt mondta, hogy neki nem tetszett a film végi fordulat, mert... Akkor... Semmi ennek találtam, jól emlékszem. Nem, akkor... Gicses? Spoiler! Gicses? De... Csak kérdezem, hogy nem azt nem, mondta. Nem, ő azt mondta, hogy akkor innentől ez a spoiler lesz, hogy neki túl sok a egy emberre jutó elmezavarodottak száma, de én úgy kezdtem múlt héten is ezt, hogy ez három sérült lélekről szól, igen, ez a film, és ez meg is állja a helyét, ugyanis... Hát elmondhatjuk, hogy mi az sérülés. Az egyik ugye elveszteni látszik a fiát, a másik ugye elvesztette az apját, már fiatal korában. De nem csak most a szerelmét, hát ez az, hogy most ott... Meg a szerelmét az oltánál. Igazából ez ott még beindítja. A Chelsea meg ugye ugyanúgy szintén az apját. Igen, meg így... hát majdnem az életét is jó párszor. Hát jó, de az saját döntő. És akkor a negyedik a Priest, ugye, akiről kiderül, hogy igazából ő az öregnek a fia.
Igen. Mint kiderül, és ő mikor elvesztette a húgát, akkor így bekattant, és képzelt magának egy világot. Belemenekült egy saját fantáziáját a kialakított világba, egy külön személyiséget hozott magának létre, mint egy diszociatív személyiség, uh-huh. Csak ez a külön személyiséghez egy külön világ is társult. És mindent, amit ez valóság... a diszociatív személy talált ki magának, mi azt Minvice City-ként látjuk. Eltorzította egy valóságot, egy ilyen gótikus valósággá, és kurva jó meg lett csinálva, és úristen, és igen, ezért köszönnek vissza bizonyos szereplők a London, mert ő is ott volt, és ő is látta. Igen, viszont... csak mi más köntesben láttuk ezeket a szereplőket. És akkor szép lassan kiderül, hogy ő tulajdonképpen... Szociális munkás az itt is szociális munkás, mint Minvice City-be. Az összekötő gyakorlatilag összekötő Minvice City-be, meg itt is itt a hajléktalanoknak segít, ott pedig ő gyakorlatilag, hát ott is összeköt bizonyos igen. szervezeteket. És igazából ott esik le az egész, hogy ugye mikor kiderül, hogy elmegy mint kiderült a fia az öregnek, egy elmegyógyintézetbe összeköt meg, és elmegy az elmegyógyintézet vezetőjéhez, aki pontosan annak a börtönnek az őre, aki Minvice City-be ugye kiengedi végül, illetve ki akarja engedni a Priestet, akit egyébként David Essernek hívnak. Igen, mert David nevű fiát keresi Théoden király. És... Hú, mit akart? Igen, mert ugye ott, nekem ott csúcsosodott ki az egész Minvice City-s dolgot, értettem meg, mikor a elmegyógyintézet vezetője közli a faterra, hogy hát a felesége szerint, volt felesége szerint, ugye a gyerekjeik anyja szerint, ő is egy kicsi megszállott így vallásügyileg, és vagy talán nem is, hanem még talán a Viperát játszó színésznél mondja azt a kulcsmondatot, hogy a lányuk, aki meghalt, és aki miatt a fia bekattant, az tulajdonképpen Isten akarata volt, hogy Sarah-t elvették tőlünk. Nem, azt a izének mondja az igazgatónak. Igen. És ott igazából mondja. Itt csúcsosodik ki, hogy ugye, mint Priest, ugye, aki az egyetlen vallás nélküli a városban, aki megveti a vallást, nyilván azért, mert egy olyan ember mellett nőtt fel végig, aki boldog-boldogtalan minden szírszart Istenre kötött, hogy ez is az Isten, ezzel próbáljunk tehát mindenkit, hogy nyilván... Mert nem képes felelősséget válni semmiért. Előbb-utóbb valahol betelik az emberbe a pohár, és az ott van, hogy amikor meghalt ugye Én úgy gondoltuk, mi úgy gondoltuk, Ádám, hogy ő felelős a saját lánya haláláért. Egyébként igen, szerintem is. Szerintem is. Hát legalábbis... Autóbaleset elütötték, nem? Nekem is valami ilyesmi rémlik, de nem tudok róla, hogy mi. Azt mondja, hogy baleset volt, ennyit mondja. De meg ott a színészen is látszik, hogy mintha nem akarna valamit elmondani, tehát a karakteren látszik, hogy nem akarna igen. valamit elmondani, és tudni benne volt. De még a feleségével is beszélgett telefonon, és az hát a közepén nem kíván se őt, se a saját fiát. Igen. Ez is durva egyébként. Hú, szóval ez kiderül szépen, és szép lassan kiderül az is, hogy a Jonathan Pryce per David Esser, ő az egyén, a fő gonoszát, akit üldöz, azt mondja, saját apja. Saját apját akarja megölni. Na, hú. Valaki segítsen. Most már én a... Nem könnyű, annyira jó követni, amit mondasz, mert ugye te már háromszor, négyszer láttad, hát nyilván könnyebben tudsz beszélni. A legeslegvégéről végül, és akkor beszéltünk, mert persze. A lényeget nem, a Chelsea ugye találkozik egy gondnokkal, aki... Na az a gondnok, mert egyébként az volt a pszichológus is egyébként, az nem tudom, föltűnt-e neked, aki az anyjával, aki ott az elején, akihez mennek. Nem, mert az arcát nem mutatták. Nem mutatták, de a hangja ugyanaz, sőt a stáblistában is ugyanúgy benne van. És az nagyszerű, a stáblistában is. Sőt, mikor követi a Milo a Sally-t, és bemegy egy ilyen öregekhez, akik ott dominó. Igen, ő volt a Magyon Klub elnöke. Igen, ja. Tényleg. Tehát minden... És ugye a végén van egy jelenet, amikor a Sally-vel ott áll az öreg, igen. Haszi, és ugye el is tűnnek, mikor minden összeér. Igen. Tehát ők valami... Meg a csávó, a gondok is eltűnik ugye a kórházból. A gondok is, meg a Sally is eltűnik. Nem lehet, hogy valami Isten kép volt amúgy. Egyébként nekem is az jártam. Ő volt Isten? Vagy a sors, vagy valami ilyesmi. Na, egy nagyon bölcs mondatot, és azt engedjem meg, hadd engedjem át neked ezt a bölcs gondolatot a filmből. Amit az öreg mond? Az öreg mond, amit nem te említettél nekem, nem a gondok mond ugye a kórházba az öngyilkos csajnak. Hogy nem az, amikor néztük a trélert, akkor ott el is mondja, hogyha öngyilkos leszel, az nem arról szól, nem azt veszted el, akiket hátrahagysz, hanem azokat, akikkel még nem találkoztál. Illetve azokkal is kitolsz, akikkel még nem azt találkoztál. Ezt mondtam el én is. Nem. De pont ezt mondtam. Ezt mondtam, hogy nem csak azokat hagyod hátra, akik nem csak azokról van szó, akiket hátrahagysz, hanem azokkal is, akik... Na, ugye nem ezt mondtad. Szóval nem csak azokkal baszol ki, akiket hátrahagysz, hanem azokkal is, akikkel még nem találkoztál. Ezt mondtam. Jó, majd meghallgatjuk. Na. Háromszor is. Szóval igen, és ez igen, ez egy olyan dolog, hogy ez... Ja. Ez durva, ezen azért lehet gondolkodni elég csúnyan. Oké, akkor... És a vége az, hogy na, tehát akkor a szálak összeérnek szépen lassan, Priest meghívja a... Az apját.
konkrétan a háza elé majd fölhívja, viszont tudja, nem is tudom, ezt viszont nem tudom, hogy honnan tudta, hogy az apja be fog ülni oda szembe a kávézóba, mert erről viszont nincs magyarázat. Erre nincs magyarázat, lehet, hogy ennyire ismeri az apját. Viszont az a csavar, hogy a Priestnek az oduja, az az Emilia lakása fölött van, és rosszul vannak összekötve a vezetékek. Ezt és már láttuk ugye a film elején is, hogy becsöpög a víz, meg hogy szár maga a csöngő. Ugye megad egy címet a David, igen. A Franklin nevű gomb, azért címet, hogy a Franklinhez csörgött, még azt se derül ki, hogy... Ez ilyen tök randomnak tűnik ez is, hogy a Franklinhez... És akkor végülis az Emilia azt csönget föl, és ezt a Priest is rájön, hogy tulajdonképpen a David, hogy szar van a palacsintában, és ezért nem megy az Emiliához, aki igazából látszik rajta, hogy véglegesen ki van akadva, és most biztosan amiért fog tenni. Mert ugye a gázkonvektort is elkezdi azt csavargatni. Azt magától kezdi a csavargatni? Az ott, amikor oda váltunk, hogy ott vagyunk az Emiliának a lakásába, akkor bekapcsolja. De hát akkor, ja igen, és akkor még nincs ott a Priest. Akkor még nincs ott. Igen, és de közben még a Milo is ugye oda beszélni meg a Randit a képzeletbeli Sally-vel. Igen, tehát mindenki összegyűlik. Oda a kávéházba, ami pont a, ahol a, beül a az apja. Öreg. Igen. És akkor ott a Milo elkezd dumálni, hogy hát ez most a képzeletbeli barátnőjével. Meg ugye van ott az a motivum, az a királlyal, aki beképzelte az egész királyságát, de mégse volt neki elég. Ja, igen. Az is egy visszatérő motívum, így két szálon keresztül. Igen, ennyire tömör a film, hogy... Azt se tudom hova, tehát az egy dolog azt, amit én sem tudok hova tenni, hogy ki volt a takarító csávó, mi ez a motívum, ez a mesével. Ugye ez a képzetben egy csaj is elmondta ugyanazt a mesét, amit a Milo. Mert így kiderül, hogy ez a Milo-tól ered, de viszont az Emilia is hallotta ugyanezt a sztorit valahonnan az anyjától egyszer. Tehát így, ez ilyen... Mindegy. Ez egy olyan dolog tényleg, amit én sem tudok hova. Ez az, amit mondtam, hogy van, amit még én sem értek. Például ez kurvára nem. Tehát lehet, ennek is megvan a maga mondani valója. Mondjuk ez is a képzelgésről és a hitről szól. Hogyha valamit nagyon el tudsz hinni, akkor ezt meg is tudod valósítani. Meg tudod teremteni. Szóval akkor jön a finálé. Ugye a Jonathan Pryce ugye rátöri Emiliára az ajtót. Igen, mert onnan jobban látja az apját, hogy le tudja puffantani végül is. És ilyenkor már a Meanwhile City és a jelenkor, ez gyakorlatilag már majdnem egyben mosódott. Igen, már igen. Nagyjából lehet pedzegetni, mi van, de mi nem tud összerakni a képet, mert... Közben Milo lent a Sally-vel, hogy őt nem érdekli, hogy ő képzeld, hogy neki így is jó lesz, mert igen. Hogy... És akkor mondja neki a Sally, aki ugye több úgy néz ki, mint az Emilia, hogy hát ajándékozzon meg mást, ezzel olyan romantikus. Elköszönt tőle gyakorlatilag. Igen. Megszünteti saját elmében a képzeld barátját, barátnőt szerelmét. Igen, eközben ugye Emilia ott próbálja meggyőzni, hogy ezt a Priest, hogy ez most mi ez a köztes város, mert ő nem érti, hogy mi van, de látja, hogy a szolgálati puskájával célba veszi konkrétan a saját... Mert katona volt a csávó. Igen, katona volt, és nem derült ki, de egyébként őrzött magánál otthon egy snipert, egy mesterlövész puskát, elég erősen. Mondjuk azt nem tudom, hogy sikerült. Hazavitte munkát. Igen, kicsit. Az is durva egyébként, azt is észrevetted, hogy Meanwhile City-sben sokkal ilyen ultramodernebb ilyen cucc van, igen. És ez meg csak ilyen kis fatusos, ilyen kis... De hát ja. Gyönyörű volt, igen. Nagyon jó meg volt csinálva, és akkor, hogy is mondjam, talán még rá, nem is, először elsüti, hogy van? Úgy van, hogy... A Milo-tól elköszön a Sally, de úgy, hogy jött föláll, és megcsókolja. Igen, végső búcsút vesznek, majd ugye hátra hőköl egyet a Milo. És ekkor, pont akkor dördül el a lövés, amivel az apját le akarja lőni, és megsemesíti a karját. És azért a Milo-t találja el, viszont így az apja életben marad, de közben már az Emilia totálra fölcsavarja a gázkonvektort, és odarakja az öngyújtót, hogy hogyha engem most ismerne, akkor fejveszte be nekülne, ugye? És akkor a David meg nem érti ugye a Priest, akkor még Priest üzemmódban van kapcsolva, hogy akkor maga ezt most miért csinálj maga, normális? És akkor visszatér a puskához, ott megint célra tart, és akkor... Akkor már az apja leveszi a szemüvegét gyakorlatilag, felajánlja magát, hogy akkor... Egyfajta démon, ugye egyfajta démoni látomást látod ezzel az apja helyett. Aztán, igen, hogy az arca kicsit el van túlzóva. Már látja, hogy ezt hirtelen bekattam neki minden, és itt jön a kedvenc mondatom, amit még akárhányszor visszanézem, mindig borsodzik tőle látom, hogy megfordul, és akkor megkérdezi, hogy ki is maga? Így megint így a Emiliától, elmondja, hogy Emilia. És akkor bemutatkozik, hogy ebben a világban David vagyok. És ezt annyira át tudtam érezni, hogy úristen, hogyha az embernek van egy-két ilyen bekattanása, most ezt így nem tudom, hogy elmagyarázni, de segíts már ki, Hát, te tudod, miről beszélek. Hát persze, hogy az ember eljut arra a mély pontra, ahonnan úgy érzi, hogy nem fog soha kikerülni, akkor hajlamos ilyen végletekben gondolkodni, és igen, megteremteni mondjuk, például, saját magának egy alternatív világot is, vagy vannak karakter. Olyan emberek, akik nagyon tudnak fantáziában, tehát hogyha valaki a fantáziában menekül, és
az ilyen elveszett kis elbaszott művészlelkek, mint néha én is vagyok, így totálisan meg tudom érteni, hogy ennyi az egész, és akkor ebben és a világban... egy kis lökés elég. Ebben a világban David vagyok, és azt a kurva... És akkor csúsosodik az egész, és akkor konkrétan egybe mosodik Minwise-i az, amikor London. Elkatintja az öngyújtót, így elveszi tőle, és akkor mondja az Emilynek, hogy ideje távozni. Igen. Kimegy, hátra néz, és már ő is látja, Minwise-i legalábbis, de aztán lehet, hogy... Lehet, hogy csak nekünk mutatják, de például Gyulával, amikor néztük annő, hát akkor most annő? Ő is látja, vagy mi van, vagy mi ez, és akkor fél volt háborodva. De egyébként azt is be lehet magyarázni, hogy az összetört lelkek valamilyen szinten összereznának ilyenkor is. Mivel az Emilia... Mind a háromnak defektusa volt. Ugye az Emilia is, ahogy mikor bemegy az Emilia lakásra, és akkor meglátja ezeket a fura festményeket, még ő meg is kérdezi, mikor még Priest-üzem, hogy milyen vallása van magának, és akkor nem vallásos, és akkor mióta van maga köztes városban, és ott az így összerezonáltak, és akkor nem is csodálkoznak, azon sem csodálkoznak, hogyha ő meglátna ezt a mi másik veszítő világot, igen. Amit is saját magának. Majd Priest-ünk kattint egyet az öngyújtón, bám, berobban az egész kószereje úgy, ahogy van. Igen, felrobban a lakás. Emilia lesétál közben a sérült Milo. És összetalálkozik lent a sérült Milo az Emiliával, aki több ugyanúgy néz ki. Mint a képzelt szerelme, igen. És akkor mondja neki az Emilia, hogy hát maga megsérült. És ott úgy néznek egymásra, mint hogyha már ezer éve ismernék egymást, összerezonál a két tört lélek. Igenis. És gyakorlatilag itt lehet érezni, hogy ők most egymásra találtak. És a Milo megkapta a szerelmét, és az Emilia is végre megkapta egy olyan ember. Megkapta az élete értelmét, amitől igen. Mondjuk úgy, ez lehet kicsi nyálasra hangzik, de amitől lehet, hogy nem fogja a következő filmében megint fölvágni az elét, vagy valami ez most az Emilia volt? Az Emilia, igen. Igen. Meg a Milo is megkapja a gyerekkori szerelmét. És hát ja, és akkor végülis a Priest is, ugye hát mondjuk, hogy megkapta méltó büntetését, bár ő is sem feltétlenül egy negatív karakter, mondjuk úgy. Hogy szokták ezt mondani, ez a antihős? Igen. Antihős. Ez egy kurva jó film volt, azt mindenképpen nézzétek meg, mert... Na, ennek örülök, hogy tetszett, mert nem gondoltam... Annyira nem tudtam átérezni, gondolom, mint te, mert jó, hát. Más lelki állapotban voltunk valószínű, amikor néztük, viszont kurva jókat néztünk egymásra, Ádám, hogy most mi a fakkom van. Jó film volt, és biztos, hogy meg fogom nézni még egyszer, és... Ha... Diárkás mondja már, hogy még csöndben van. Egy gyorsos! Titeket hallgattalak, de... Nem győzött meg? Hát figyeljetek, első nekifutásra tetszett a film, mondjuk én már akkor gondoltam, hogy Minwise City képzelt, amikor mondta, hogy ezen a helyen tartják nyilván az összes embert a vallásával együtt, akkor gondoltam, hogy ez a kórház lesz. És a... Hát mondjuk nem rossz egy ötlet. De egyébként ő... Én azt hittem, hogy ez a purgatórium. De ezt te is mondtál CHS-re egy ilyet, hogy... Mit is írtam? Valamit írtál, de egyébként... Ja, most visszanézem. Mert... Neked hamarabb kitaláltad, tehát a hallgatóból hamarabb néztem volna ki, hogy kitaláljad, de te szerintem két perc után már írtál valamit. Hol is van? De hogy próbáltalak rávezetni valami tök másra, hogy próbáltalak okványra vinni, hogy lehet, hogy a jövő? Lehet, hogy ez ami? Tudom én, és akkor szivattam végig. Közös város purgatórium, vagy mi a szal? Volt még fölötte is egy. Igen? Uh-huh. Megnézem. Ja igen, hogy, hogy az öreget fölhívják, és hogy az egyén pont föltűnik. Igen. 15 perc. És az tényleg így volt, de nem akartam elmondani direkt, és még jó, hogy nem. Az öreg Foster a fiát várja, és az egyén is visszatér. Igen. Párhuzamosan, mintha a köztes város purgatórium, vagy mi az. Egy pár perc elejéig azt hittük, hogy itt ez a Price, ez ilyen időben és térben tud utazni, és ő teljesen független ettől a három karaktertől, de aztán végén teljesen komplett képet alkotott az egész film, és szerintem kurva jó volt. Nem értek minden egyes momentumot. Hát de is, szóval. Pedig te már négyszer láttad. És még így se, tehát így. Tehát én mondom, ez az, amit föl tudok állítani itt mi a francot? Premisszát erről az egészről, aztán vagy így van. De mindenki döntse el, kiki döntse el, hogy mit gondol a filmről. Szerintem egy első filmesnek egy tök jó film. Főleg úgy, hogy nem is rendezőről beszélünk, hanem vizuális effektekért felelős arcról. Mondjuk a trailer nagyon csalóka, mert abból valami noáros ilyen kis... Igen, kicsit. Igen, ez a noáros, ez kurva. Ez noáros, kinyomozós, maszkos, Batmanes, Watchmanes valamit nézek, így kurvára nem az. Igen, tehát. Szóval a trailert nézzétek a óvatosan, mert teljesen más tartalmaz, és sokkal mélyebb a film, mint ez az ócska trailer. Az a óvatosan a trailer az nem ócska, csak kurvára nem azt adja át, tehát egy teljesen félrevezető. És ma 2008-as divat volt, nem úgy, mint mostában. Hát jó, de hát, érted, nem vezetik félre, akkor meg elődik a poént, szóval ez olyan, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megoldani. Hát örülök, hogy megajándékoztuk egymást ilyen filmekkel.
Azt mondjuk sajnálom, hogy az Eddie-es nem aratott olyan sikert. Olyan sikert, mint azt vártam. Most dobjuk ki a kukába az előző 40 percet. Én örülök a filmnek, amit kaptam, és örülök, hogy a London is sikeres volt. Jó volt. A Nagy szemefény, ez egy gyöngyszem volt ebben a kicsit ilyen szárazabb filmfelhozatalba. Tényleg az Eddie-es eset. Szeretett száraz? Kicsit. Az Eddie-es eset kicsit már, hogy nem tetszett neked. DRK, mert azt hittem, hogy ez ütni fog. Jövőre is készünk valami hasonlóval. A következő adásunk valószínű január elején fog érkezni, és nem tudjuk, hogy milyen premierek lesznek, amiket be tudunk szólni, de valószínű, hogy egy tematikus adással fog nektek készülni. Mégpedig Ryan Reynoldsnak 3 filmét választ. Lehet, hogy lesz négy, és nem tudom, a Deadpoolt azt... Nem, a Deadpoolt azt majd szerintem a 2-nél vegyük elő, de egyébként... Aztán a filmet is. Igen. Úgy van, hogy négynek szerintem, hogyha negyedik lesz, akkor a Voice-t kéne, a Voices hangokat. Azt te mondtad neked? Azt én mondtam neked. Akkor lehet, hogy a Voices, mert úgy gondoltuk, hogy a karrieri elején... A legelső után azzal robbant be lesz a Bully Service, ugye a Van Wilder, aztán ez az angol címe. Igen. Akkor a másik, amit néztünk, az a Ryan Reynolds képzelt szuperhős. Igen. Nem tudom mikor, lehet, hogy ezt 2009-es? Körülbelül. Akkor az előbbi, akkor jól mondom a sorrendet. Sose hallottam még róla, nem tudom, hogy miért elolvastam egyszer, kicsit ilyen drámásnak tűnik, de igen. Attól még persze lehet jó, megnézzük. Aztán ott van a Buried, az az élve eltemetve. Az egy ilyen kabaredráma egy koporsóban, és állítólag ott Ryan Reynolds nagyon megmutatja, hogy mit tud színészügyileg. Igen, mert saját magához képest ez nagyon eltérő műfaj. Sajnos én tudom a végét, mert annak idején a szakmás tanárom elállított. Mi lenne, először filmet néznél, és akkor úgy alkotnám, hogy minden filmet tudod a végét, tehát nem is kell filmet nézni. De ez a baja, hogy valaki mindig ellövi, baszki. Aztán a végét is. Igen. Nem, igazából... Persze, nyilván, akkor még lehet jó. És a Voices az nekem számomra ez újdonság lehet. Aztán én sem láttam. Még egyszer leszettem, hogy megnézem. De Voices azt hallani kell. Én láttam. Már túl sok lesz a végén. Én láttam a hangokat. Igen, a hangok is megmondták. Na. Szóval a tematikus adás. Szóval Ryan Reynolds azt a következő adásunknak a témája. Aztán majd a következőnél még már kitaljuk az azután, hogy esetleg. Így van. Na. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmeteket erre az évre. Boldog karácsonyt szeretnénk kívánni. Boldog új évet esetleg, ha addig nem, bár nem tudom, majd meglátjuk. Illetve kellemes új évet minden egyes és kettes hallgatónknak. mind az ötnek. Mind az ötnek és mind a 15 feliratkozónknak. Ja, igen. A jövő évre vonatkozóan vannak terveink, nagyon reméljük, hogy velünk tartatok, és együtt tudjuk ezeket megvalósítani. Mindenképp. Szóval, nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmeteket erre az évre. Itt volt velünk, mint mindig, Ádám. Sziasztok. Redfield. Hi ho. DRK. Sziasztok. Nézzétek meg az Edit. És a CH-tól. Nézzétek meg az Edit. És a CH-tól is. És a CH. Még egyszer nagyon boldog karácsonyt és kellemes újat kívánunk nektek. Eddig nagyon jó volt. Így van. Sziasztok. Sziasztok. Értem mindig.